A sziasztok, sikerült elnyomni, egyből egy Smashing 4-ról indítunk, mindenki megijedt, remélem nem, Clash Royale lesz. Szevasz Tibi, én örülök, hogy fel vagy pörögve. Itt van velünk még Bazsi is, és Bíró Eliza is, aki ugye tudjuk, hogy nem Eliza. Műsök, srácok, hogy vagytok? Azt mondja, hogy van nekünk most egy ilyen, micsoda, csatlakozzá, gyorsan. Balázsnak megáll a... Megáll a live? Megőrülök. Nekem jó. Többieket kérdezem, mi újság. Bazsinak rossz csak, vagy mindenkinek? Ja. Neked jó. Jó van, Tibi, örülök neki. Minden rendben van veletek. Tibi, hogy állsz? Meggyógyultál már? Kérlek, nyilatkozz. Azt mondja, hogy villám gyorsan most avval fogunk kezdeni, hogy megnézzük, hogy hogy állnak a Clan War-ok, mert sikerült aludni, hála a jóistennek egy hét munka után. Már megint. Kemény munka után, úgyhogy gyorsan nem tudom, hogy mi hogy állunk, gyorsan meg kell nézni. Hát Bazsi, akkor frissíts, vagy kell indítsd újra. Szerintem semmi baj nincsen, most úgy nézem, hogy nálam megy rendesen. Bazsi, mi van veled? XLT aztán, csapasd újra. Na, szóval, gyorsan collection dézünk, meg ami kell, meg lámorozunk. Itt még van egy óra hossza. Hát, én azt hiszem, hogy van ennél, ami rosszabb is, hát gyorsan megnézem a 1 millió karakterünket. Jó. Picit laggos, de majd mindjárt beindul, ezt tudjátok. Azt mondja, hogy átviharzok a legkisebbre. Ja, más is hírjében. Tibinek jó, Bazsinak nem jó. Kíváncsi volnék a többiek véleményére, aki még itt van. Ahogy mindenkit üdvözlök a streamben, sziasztok. Lesőjelzünk majd, meg rámegyünk erre a Touchdown nevű játékra. Tudjátok, nagy kedvencem, de nem baj. Na, Tibi kedden tud majd csak suliba menni, ha az orvos úgy mondja, hogy oké. És gondolom, hétfőn kell akkor visszamenni. Na hát jobbulást továbbra is, Tibi. Jobbulást. Oké, na nézzük, itt vagyunk a mászkálós karakteren. Azt mondja, hogy... Na hát itt van 1 óra 44 perc, hogy gyors lenyomjuk a collection díjeket. Azt mondja, először is teszek a kártyát. Van egy gyönyörű kis giant chest-em. Ha a mászkálók gyorsan összeírom, hogy mi újság, akkor azt mondja, hogy a Kristófoson van egy giant. Jó, na itt teszünk ki giantet. Sőt, hát mára ígértem nektek a Super Magical-t, emlékeztek? Itt lesz egy Super Magical chest, nem is csak Giant van, hanem Super Magical is. Na, akkor azt a nap végén kinyitjuk. Azt hiszem, hogy egy darab zepet kell lerakjuk 1v1-be. Hát igen, ez ilyenkor sok lemaradás, igazad van, Tibi. Sokan örülnek, hogy betegek és nem kell menni suliba, de hát ez pont nem igaz, mert... Ugye a pótolás miatt... Úgyhogy utána rosszabb lesz. Na, ha minden igaz, akkor itt nekünk majd lesz egy darab zeppünk, hogy kapjunk egy Super Magical chestet. Itt 5 pont, így van, ezt már ki is lehet nyitni. És egy darab zepp, jó. Ami kedden nem sikerült összehozni, mert elszámoltam magamat. Na, akkor ez lesz a nap fénypontja, kedvenc ládám. Igaz, hogy csak Arena 10, de hát jó, itt tart még csak ez a 8-as levelű karakter. Na, mit csináljuk? Azt mondja, hogy kétszeres draft. Nézzük meg ezt. Egy picit hangos nekem, gyorsan állítok. Na. Jó. Na, válogassunk. Azt mondja, hogy legyenek minionok. Vizi. Akkor már Witch is. Ejj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 
nem sikerült beindítanom a feliratkozó számlálót, hát már a gépem újra telepítésén gondolkodom, a létező összes összetevőt már frissítettem. Na nézzük, Edmonton Oilers ellen játszunk, amit a Klán ellen. Ó, ne! Ez komoly. Van egy jó képű Lavalunum.
az a baj, hogy nem tudok a... El kell majd válni a Minion hordába. Na se baj. Okos! Na hát röpködök itt az égi áldások, úgyhogy egyenlőre jobban ábbarrátunk. Az igen, gyorsan kipörgetett még egy ilyen szörnyet. Azt talán messzire rögtem. Na majd lassan belejövök, srácok, semmi baj. Héten nem voltam túl aktív a játékkal, mert szétvitt a munka. Úgyhogy hajrá. És már megint ez a jó ország, nem hiszem el. Jó, hogy tudja, hogy van balunon, de hülye vagyok, hát ezt ő adta. Jó, most már értem, hogy miért teszi el mindig a Minion hordát. Így most már értem. Spawn. Na most balunk. Gyerünk. Az vagy egy. Úgy van rézsem. Jó, azt már vigyed. Ha megszerezte, hadd vigye. Elég speciális lavalunom van. Szerencsé, hogy dupla elixír van, mert amúgy ezt nem bírnám finanszírozni. Ezt a költséget. És akkor, ha már úgy legyen kövér, akkor legyen rage. Úgy is tudjátok, hogy imádom a rage-et. És a végén jó lesz ez. Csak mehet a következő levelünk. Már nem nagyon kellene már támadjak, mert van rakitom. Oké, az úgy jó. De vizet nem már, ne azt szedd. Gyerünk, valaki támadja már be ezt a várat. Hát ez jónak tűnik, 1-0. Mármint, hogy 1-0, első vény. Na nézzük, miket írtatok, azt mondja, hogy Tibi mondta, hogy... Következő live-ban lesz verseny, mert korán kellek, mármint ugye mostaniban. Hát nem nagyon beszéltünk róla utána már, de... Ha nagyon akarjátok, még egy ilyen villámgyors össze lehet röffenteni. Csak nem volt semmi promója, úgyhogy én ezt igazából el is felejtettem. Ha legyen, akkor szavazzátok meg, akkor gyorsan indítsuk el. Azt mondja Sense, hogy szavazz Sense, hogy Nivek visszatért, jön vissza a klánba. Hát jó van, ez az ő dolog, ezt ő tudja. Már gondolom, hogy akkor csak a klánba megy vissza? Játszani, vagy fog vele foglalkozni is? Mert szerintem az most már úgy elég ciki lenni, így, hogy elköszönt tőle, és akkor újra. Hát ő tudja. Na, akkor az első win az megvan, opp, itt van egy ilyen kis finomság, Classic Deck Battle. Classic Deck Battle. Na, emberünk adott nekem egy levelunt, hát jól van, így járt. Na, gólem, add már be, hadd játsszak már, léci, mert szeretnék játszani. Ebben is van kollektor, ha jól emlékszem. Azaz. Nyilván neki meg lavalunja van, az egyértelmű, ugye? Az jó, ja, kb. Semmit nem tudok tenni el, de nem baj. Oké, tehát lavalun. Lavalun vs Golem. Hát amíg nem rak semmit, addig rakok kollektort.
De Baby Dragonra nagy szükség lesz, illetve a Nightwitch-re. Ez jó sikerült. Azaz támad még be a jóképű kollektoromat is, köszi. Hát hurrá! Hát ebben ennyi volt, hurrá, 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 hurrá. Na, hát ez szó se jutok annyira jó volt. Nézzünk egy következőt, aztán gyerünk tovább innen. Na, nézzük, Raskasum már van, meg Firewallunk. Mártam egy Baby Dragon ugye, most valami legyen már a Lava Hand ellen. Meg egy Ghost. Na jó, itt vágyad, Bazsi, remélem, hogy beindult már a live, nálad is nem akadozik. Na, van bowlerünk, meg mi egymás. Legmókásabb fickó, meg a Fire Spiritek szerintem. Azaz. Azaz, köszi. Na jó, akkor bowler jobbra, Raskas balra. Annyira lassú az a Lava Hound, hogy... Na, dupla reszkáz. Ez eddig jó. Közben Bandit a taprít valamit. Nem tettem le már megint a bowlert. Úgy szeretek emulátorra játszani. Kedvencem, mert olyan hűs. Gyere, gyere. Gyere, 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 gyere. Na, hát jó, oké. Ez nem tűnik vészesnek ez a meccs. Akkor 3-ból 2. Gyerünk srácok, támadjatok, ami van! Az a Raskas nagyon szedi.
Merre jön a lava hang? Merre jön a lava hang? Na gyere, 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 gyere. Jó, mert mindenre van válaszom minden kártyájára. Ezt szeretem, az ilyen elosztás. 2.57, hát ez nem is olyan sok van. Szeva Simi, 1000 éve, Szeva Simi kény, üdv a streamben. Na, jó van, hát ez a Golem vs Lava Luna, az nem jött össze, de a másik kettő igen. Királyság. Kinek mennyi tokenje van, meg milyenek? Remélem most már ti is kaptatok. Ezért is megírom, hogy játszani a játékkal, meg leávorozni, mert itt vannak a tokenek. Na, az mindegy is, amit nyitottunk. Jó, na gyorsan akkor. Oké. Okay. Na ide majd visszajövünk akkor a nap végén, csak egy nagy nyitogatást. Jó, itt letudtunk mindent, kártyát tettem ki, akkor nézzük meg a... Második, nézzük meg a második lánt. Szevasz Ghost! Egyenesen Erdélyből, szevasz Marci. Hogy állsz a játékkal? Most vagy oda? Kiránduláson, amit mondtál, ugye? Marci még Erdélybe is néz minket, király. Nagyon helyes. Na mit akarunk? Be akarunk lépni ide. Jó, itt volt egy óriás tisztogatás. Hét közepén csináltam, ami akkora kikkelés, hogy félelmetes. Jepp, azt mondja Marci, jepp. Csináltam egy akkora tisztogatás, hogy hirdetlen azóta most töltődünk. Itt rengeteg inaktív karakter volt, úgyhogy elküldtem nagyjából mindenkit, akit lehetett. Hányan vagyunk most? 45-en? Nagyon jó, 45 az már nem rossz. 45 az már nem rossz. És azt hiszem, hogy van még elment egy pár nevem, még ők még lemaradtak, de nem véletlenül direkt. Na, mi ez? Nagy karesz? Akkor itt nagyon-nagyon szeretnék goblinokat. Lilienne cserétünk te meg 250-et, neki a Minion Horda kedvenc, nekem a Goblin, ez egy jó trade volt a token segítségével. Trade-eltünk egy 250 kombont. Na jó, itt vágyott Marci mindenkinek. Szevasz! Oké, na nézzük itt mi van. Jó. Kártyát most tettem ki. És 1 óra 1 perc van még, hát akkor menjünk Wardét. Jó, menjünk. Hát menjünk, itt nem olyan nagy a választék. Konkrétan kirögtem saját magamat, hogy választékok ezek itt beszélni, de hát jól van, nem baj. Örülök, hogy összejött legalább a 10 fő. Kirúgtam a fél bandát, most majd jönnek aktívok, és utána itt is beindul az élet. Na, srácok, hát nem ígérem, hogy nyerünk. Mindenféle kettes epikekkel fogunk menni. Aki most engem kap, az jó jár. Úgyhogy annak free kill leszek, ahogy szoktuk Lacámmal nevezni a World of Tanks-be. Ugye, tehát szerintem ez minden játékban igaz, ahol van kill. Hatosra rakítom, mikor lett ez hatos ezen a karakteren, meg minek? 3,5, mi lehet a win condition, mondjuk lesz a kettes, azaz 7-es Goblin Barrel. Összehajítottunk egy zebbét, egy ilyen villám, tényleg ez egy villám zebbét. Apukám, ne gyerünk, csavassok srácok. Bazsit nem rúgtuk ki, én nem tudok Bazsiról, de Bazsit te nem is ebbe a klámba vagy. Szerintem Bazsi a turba van. Szevasz Martin, bocsánat, hogy nem vettelek észre. Igen, előtte írt is Balázs, hogy jól haladunk a Lavahon túlra. Aha, királyság, királyság. Ott most én nem kikkelek onnan, most elcsavarogtam, hogy megyek vissza a season végén. Megyek oda-vissza. Na nézzük srácok, mit kapirgáltunk össze. 7-es epic. Az alapból jó lenne a régibe, de így az újban nem tudom. Nem annyira? Na Big Mama valami horvát klánból szerintem örülni fog. Na nézzük. Logbételjünk. Oké. Okay. Hátserek lemaradtak. Oké, okay, van neki giantje, ezt látjuk. Na-na, mit csinált? Jó, a logbait az jó, eddig működ. De ne, már egy későn nem hiszem el, nem tudtam elterelni a... nem értem elterelni a Lumberjacket. Ez így nem lesz jó, rá kell érezni a... Azaz! Rá kell érezni az emulátorra.
Hát ahol a Poisonra sok mindent le fog engem. Sok mindenemet le fogja szedni, hiszen igen gyengék a kártya szintek. Hát ez így nehéz lesz, ha mindent későn rak le. Nem baj, nyak csapassú. Jöhet a lóg. Ha nem, nem. Na jó, ez várható volt. Ház egy átmanyú logbétem egyelőre működik. 36 HP. LOL. Én neki emeljük el azért. Ó, ez a poison ez jó van. És egy-egy. Egy-egy-egy-egy. A kis trükkös ez a poisonja nem lenne, jó lenne. De hát van. Meddig szeded még? Mi vagy te HP szedő? 2000. Azt a mindenit. Jó van, csak legyűrt. Ügyes volt, bravo. Király vagy apukám, király vagy, ez az, megcsináltad. Jól van, ügyes vagy. Csak ne durd az orrodat, mert live-ba vagy, big mama. Hát sikerült legyűrni a kis kettes szintű kártyáimat. Gratula. Isten őriz, de hogyis nincs nekem arra Martini, de sőt még nekem én se vagyok klámba se. Nem tudok annyit játszani a World of Tanks-en, meg most kicsit, hogy mondjam, nem is annyira megy. Mostanában nem annyira. Hát mondjuk fáradtam, nehéz is játszani, mint most, már mostanában voltam, úgyhogy nem nagyon volt a Snacks-es a napokban. De nincs ilyen klán, ami jaj. Meg nem is lesz. Na, nézzük, mi történt. Azt mondja Martin, hogy az igen, 2 órás erőnléti judo edzésem volt. Gondolom nyáron akkor nem volt edzés, akkor most kezdik az erőnlétet. És már nem is fáradt, királyság. Martin, mit töltöttél a World of Tanks-et? Fú, nagyon jó, nagyon jó. Imádom ezt a játékot. Amúgy, csak most át kellene billenni ezen a kis gyengébb volt ponton. Nem a játékra van a baj, szerintem mostanában én nem koncentrálok rendesen. Na hát ez kemény volt. Ilyen kártyákkal még az 1-0 is meglepett. Legalább... Ja tényleg, Clan Warba sose adjátok föl, nem szabad soha, ma amúgy sem szabad feladni, de itt pláne nem, mert itt, hogyha Holt verseny van, számít, hogy hány várat romboltunk le, úgyhogy volt már, hogy az első 4-nek tök egyforma crownja volt, és az múlik, hogy még ha ki is kapunk, akkor is legalább egyet szedjünk le a bírunk, jó? Ja, értem, Martinak már neked már megvolt a World of Tanks, csak letöröltöd, és most visszaraktad. Jó van, nagyon helyes. Akár egy ismerősnek is fölvehetnénk egymást. Meg fogsz lepődni, Vélackó YouTube néven tudsz megtalálni. Na jól van, azt mondja, hogy nyissuk ki ezt a kis játszóst. Aha. Értem, Martin, az más. Tudod, az tanksapka. Oké, neked is akkor átjavítja a telefonod a dolgokat. Úgy akkor nem tudunk csatlakozni, nekem a rendes nagy játék van, mindenkinek azt ajánlom, szerintem nem mobilon játszotok, ha van gépetek, akkor csak az igazi, a nagy, az egyetlen, az utolérhetetlen. Martinak ugye a mobilos van, meg azt Lackó filmnál láttam már, annyira nem fogott meg. De hogyha nincs valakinek gépe és szeretne World of Tanks, akkor viszont arra jó, hogy hova tud játszani. De hogyha 10-es skálán az mondjuk egy ilyen 3, tehát a World of Tanks az 10x10, akkor a Blitz az max. Egy 3 pontot tud hozni, mert azt így nyilván egy nagyon-nagyon lebutított változata. Oké, Crown Chest-et mostanában nagyon szeretem, azt mindjárt ki is nyitjuk. Mostanában
mostanában eléggé lega esélyes. Na, nyitottunk Zeppet, az biztos van a fődekkenbe. És Crown Chest-et. Ja igen, és neked megvan az Invincion királyság. Én gyorsan körbenézek mindent, és akkor megyek a nagyklánba, és akkor nyomassuk ezt a Touchdown Challenge-et, hogyha lesznek vele érdeklődők. Oké. Okay. Ezt a Magical Chest-et szerintem majd másik live-ba nyitjuk így hétvégén. Jó. Akkor itt meg vagyunk. Illetve még annyi, hogy elég késő van, most már a fiam úgy tud játszani, akkor gyorsan rámegyünk az övére is. Besegítünk, hátra. Szevasz Adriano! És itt van Zsolti is. Igen, most ez egyszer nem edzés közben live-olok. Szevasz Zsoltikán! Zsolti focizik. Martin judózik. Királyság. Ez kell srácok, sportoljatok. Én is sportoltam világegyetemben. Főleg gyerekkorban. Na gyorsan átlenjük az Kofion karrier. Ott nyomunk egy ilyen esély nélkül itt megint, mint most, de szórakoztató. És örülök, hogy végre átestünk a holdponton. Innen már csak fölfele vezet az út, úgyhogy Lava Hunt klán, az első klánunk, a legkedvencebb klán. Jó, hát nekem mondjuk a King, de úgy családon belül a Lava Hunt klán. Kicsit most mély repülésben volt. Ennyi kick után jöhet a felfelé szálló ág. Egy felfelé emelkedve. Na azt mondja, hogy kis közepső kari, akkor itt gólemezés folyik fiam részéről. Teszünk ki kollektort, és nyomunk egy óriási vort. Na, mi ez? Ja, hogy ő már járt itt is. És kettőt is mehetünk. Összedobott ő már egy decket, csak szerintem valami hasonlóval megyünk, mint az előtt. Ja, nincs princess. Ó, de kár érte. Hát akkor ez még viccesebb. Ne, hát itt van. Hát akkor Royal Giant-ezni fogunk. Azt mondja, hogy Lightning Arrows. 5-ös, 8-as, 5-ös. Skeleton Army, ez jó lesz védekezni. Ha berakom, akkor mennyi az átlag? 3,9. Hát eléggé tankolós deck, úgyhogy hát a tankol nekünk a Royal Giant annyit. Hát próbáljuk meg ebben, mi baj lehet. PUBG Mobile Live mikor lesz? Én nem nagyon szeretnék mobilos játékokkal játszani. Úgy értem, hogy ez is pont az, akkor hülyén fejeztem ki magamat. Mobilos lövöldözős játékokkal. Egyszerűen ez nekem nem áll kézre, én azt nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy lenne érdemes játszani, billentyűzette meg egérre. Fogalmam nincs, ötletem sincs. Na csapassuk, srácok! Royal Giant-ezni fogunk. Fortnite meg akkor lesz, hogyha majd meg lesz az új gépen majd. Remélem, hogy Jézuska meg tudja hozni karácsonykor. Akkor viszont, akkor edezze a hajamat, akkor irány az 1000, vagy nem tudom mit mondjak, srácok, akkor iszonyat lesz. Ha lesz egy normális asztali gépen. Mert ezen a gépen laggolna a Fortnite, úgyhogy nem fogom égetni magamat vele. Megvan a gépen, megjátszottam is egy párat, bár nem az én játékom. Na, félig log... Ó, ez jó is, ez tényleg Royal Giant Goblin Barrel például. Na, mivel védekezik? Erózzal, nagyon jó. Oké. Okay. Tegyünk egy flying... Ó, ne szórakozz már velem, baba. Úgy, tank. Az igen, az a Hunter az elég jó osztja. Van a háttérből. Haj, nincs már erózva, minden igaz. Infi Dragon. Jobb a Hunter halljon már meg. Léci. Hát érdekes csata lesz megint. Előző logbétes verziót jobban tetszett, de... Ki kellene csalogatni meg, de azért rossz, hogy megmaradjon védekezni a Skeleton Army.
Hát gonosz ott az a Furnace, hiszen nem tetszik nekem. Az ott nekem nem tetszik. Oké, Eros kiszedtük belőle. Ezért tudunk védekezni Skeletonárival. Én a Hogot mindenképp baloldalt küldeném az ő helyébe. Ó, úgy van, bravo. Royal Giant reméljük elintézi. Nem állunk túl jól. Tedd már le, köszi. Aja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 j
Támadás! Na hát jól van, azért ez gyanítható volt, hogy nem lesz ebből semmi. Szevasz Pisti! Szevasz Pisti! És akkor még egyet ugyanebből, hát nem nőttök variálni, úgyhogy szegény is a felhozatal, remélem, hogy 2-3 hét és minden jó lesz most már, maximum. Maximum 2-3 hét. Létszámosan megvan, remélem, hogy aktív játékosok jöttek, hanem akkor megy tovább a kikkelés. Szerintem vasárnap megint kikkelek ebbe a klánba. Na tehát, hogy legyen időm, akkor Flying Machine, aki most jött egy ilyen nagyon vicces Clan War kezdeménnyel játszok. Mármint, hogy nagyon-nagyon kevés kártya gyűlt össze. Az igen. Jöttek vissza! Na, messziről le lehet sniperkedni. Jó, eddig nem annyira túl sokat sebzett, mint kollégája, de hát meg is jobban áll. Na mindegy, ó, és ez most szórakozik velem, ez is förmészes. Na mindegy, nem fog fölmérgelni, hát most miért is tenni. Hál' Istennek vége a munkahétnek, kialudtam magamat, úgyhogy minden királyságon srácok. Gyerünk, targetelj már! Targetelj, target, target, target. És nem hiszem, hogy ráment. Ráment a várra. Hát szabad ilyet, mind a kettő támadja a várra, tök jó. Egyiket se érdekel, hogy ott van két kártyám. Hát van baj, de hát sejtettem, hogy ez lesz. Oké, nagyjából ott tartunk mindkét várnál, úgyhogy szinte mindegy. Kicsit átcsalogatjuk el ide. Eróz, 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 eróz. Hát nehéz ilyen kártyákkal játszani, kíváncsen. Ilyen kártyákkal nehéz játszani, de hát jó, mindig letudtuk a kötelezőt, nyilván inkább, mint hogy kiadjuk. Megpróbáltam legalább egy várát leszedni, nem sikerült. Ezekkel a kártyákkal nem sikerült. Na jó, van, nem baj, nincs itt semmi gond. Azon már túl vagyunk, hogy kikerültek a nem ide való egyének. Na hát erre a hírre biztos nagy szüksége lesz Lackó fiamnak. Örülni fog, ha meglátja, hogy mit szereztünk neki.
Jó, viszont donételünk egy ilyet. Na, azt mondja, hogy nézzük meg, akkor most jön a mini. Mi újság a minibe? Azt mondod nekem, szensz, hogy itt van a mester, nyilek. Mármint, hogy itt, azaz itt. Érünk át a miniklámba. Szensz mindig szeret meglepetéseket okozni. Visszatért a CR-be. Na, tökő. És az előbb is kérdeztem, csak akkor pont elmentél, akkor lehet, hogy már falnak tettem fel a kérdést. Hogy foglalkozik is majd a játékkal, vagy csak játszik? Hogy majd csak ilyen, szevasz Ákos, üdv a streamben. Halli. Szóval Szenz, mondd már meg Lici a választ, mert izgat, én szeretem néveket. Játszogat, aha. Tehát visszatért, beindította újra a klánt, és mi lesz a YouTube-ban? Az, ami minket érint, mert az, hogy a klán, az nyilván titeket érint. Aki klántag. Na nézzük, mi van ebben a zsákban. Pici gold, utolsók lettünk, úgyhogy nagyon sok minden nem remélek. És megint csak gold, jó. Nem jött token, nem baj. Bármikor jöhet, és ez tényleg nagyon jó dolog. Ez a cserebere most nekem nagyon tetszik. Na, free chest. Az most már nagyon megkopott, azt szerintem visszavették a legendary-esét, és mintha megnövelték volna a crown chestet. Vagy legalábbis nekem van szerencsés kezem, de ugye nagyon sokat nyitottam már free chestből. Mostanában már nem annyira megy. Szevasz Geri, szevasz. Jó, akkor itt nem sok teendőnk van, itt elindult a történet. Jó, chatben van, ami van. Nem tudjuk, hogy Foxy milyen trédet akar. Foxy nem mondta, hogy... Nem tudom, majd trédelünk privátba. Azt mondja, hogy legkisebb kari, harmadik kari, mi a történetet gyűjtök? Tudom, Tombstone-t. Jó, hiszen itt lavalunk van. Akkor már, ha már körkapcsás, akkor gyorsan átmegyünk a lackó harmadik jára is. Mi újság, Gerikém? Hogy áll a túr? Suli buli volt, na a királyság, az jó. Az bizony jó a suli buli, én is emlékszem, hogy jól szórakoztunk azokon. Na ki, hogy áll ebből a touchdown-nal? Mindjárt arra rámegyünk, egy kicsit csak átmegyünk akkor a nagy körülön. Na, Martin azt mondja. Egy 2000 silver coin a World of Tanüstvény és pihenőhely. 5 a Germany tank. Aha. Szóval azt mondod, hogy szereted a német hadosztályt, a német vonalat. Geri, szerintem... Nem, már múltkor megbeszéltük. Úgy csinálom, hogy még az még jó pár nap, akkor megyek csak, hogy tényleg egész jó klánba jutottam be, egész jó ládákkal, azt hadd nyissam már ki, léci. Remélem nem sajnáljátok tőlem azt a kis nyereményt. Uh-huh. Tehát abban a játékban, a Blizzben van ilyen nevű német tank, hogy PZ5. Oké. Hát igen, a legtöbb az így kezdődik, hiszen Panzer, azaz Páncél. Hát azt írta, pihenőhely. Oké. Hát majd, nem tudom, majd megfogalmazzuk, aztán meglátjuk. Itt nyilván máshogy van azért, mint a World of Tanks-ben. Itt a garázsban ilyen férőhelyek vannak, ugye. Ha elfogyott, akkor lehet venni, persze. Vagy eladod a régi tankjaidat. Na, oké, nézzük, hogy akkor itt nyitunk-e valami jófélét. Sajnos utolsó lett. A mini. A zsák miatt jöttünk. Azt mondja, hogy... Na gyere. Ez az token, ez az. Nagyon jó. Ez nagyon nagy segítség. Legendary-nél ne felejtsétek el, hogy csak úgy tudunk cserélni, hogyha legalább kettő darab van. Tehát teszem azt, ezen a karin Lackó nem tudna semmit se cserélni Legendary-ben, mert... Tehát az 1x2-k, nyilván 0x4, 1x4, ezek nem jók. Csak akkor lehet cserélni, hogyha legalább kettessel kezdődik. Azaz marad is a eredeti tulajdonosnak. Na, de azt mondja, hogy miért is jó ez a token.
Nemrég indult, és már van egy rér és egy Common Tokennyi lackó filmnek. Tök jó, elég sűrűn beadja, azt látom, hogy minden második, harmadikra. A Szavasz Martin. Oké, okay, mi ez? A legkisebb kari. Itt a Pekka Wizard van, akkor pedig High Spirit. Na azt hiszem, hogy hosszú a kötelezet, hogyha gyerünk át akkor a legnagyobbra. És játszunk. Bazsi kérdezi, hogy kell tokent szerezni. Három módja van. Meg lehet venni a shopba, mondjuk ilyen offerekbe, valamihez hozzácsapják, mindjárt mutatom. Meg lehet így kapni, hogy most láttad, remélem láttad. Így meg lehet kapni Clown War után, úgyhogy mindenki nyomassa a Clown War-t, ez azért is van többek között szerintem, hogy motiváló legyen. Mindenki Clown War-ozzon, illetve vannak olyan challenge-ek, mint múltkor is volt, a Giant Goblinos cucc, hogy ott pedig meg lehetett szerezni. Geri meg lett élete második gólját, királyság, gratula, suliba. Foci is volt, meg suli buli is? Az azért már luxus. Várjátok, remélem, hogy Geri írta a suli bulit. Ne, Martin írta, jó van, bár várjátok, Geri és Martin szerintem barátok, bár a Lavahan Turban van, vagy 6-7 Martin legalább, úgyhogy már nem is tudom, hogy... Gerinek az unokatest olyan Martin. Csak ő... De ő az a Martin, igen. Na jó, belekavarodtam egy kicsit. Átjöttünk a nagyba. Azt mondja, hogy... Lalinak van egy új karakter, és azt mondja, hogy nézzük meg a rekordját. 4148, 4281 egymire volt a CH2-től. De ahogy nyomja, szerintem meg is lesz ez talán már a hétvégén. Megyek touchdownozni, csak... Csak hogy vagyunk Bazsival, ja, Bazsival friendek vagyunk, akkor tudok elevenni akár. Na, hogyha újraindul a névekkerek, jól van, én azért ennek örülök. Őszintén megmondom. 11-en már vissza is mentek. Vagy akár lehet, hogy vannak benne újak is. Senki kutyája kis karjóval. 142 kupa. Ő gyorsan fel fog menni, azt hiszem. Akár CH1-be. Igen, jól nyomja. Na, jól van, azt mondja, hogy... Itt már megy a móka, és a srácok már játszanának. Ja, értem. Martin volt ugye judón, írta is. Aha, igen, 2 óra edzés volt, és te meg végig rögted, az jó. Akkor az jó hangulatú edzés lehetett. Azt szeretem, én is azt szerettem. Na, a példa erre ír, hogyan tudunk legendary-t cserélni. Logot tudnék cserélni, mert kettese kezdődik. Benditet nem. Ez se, Princess igen. Hiába egyes szintű az Ice Wizardon, tudnék cserélni, mert nem fejlesztettem fel szerencsére, akkor még nem tudtam, de nem volt kettes Ice Wizardra szükségem, meg Ghost-ra se, ezért ő belőlük tudnék cserélni, mert kettesre kezdődik és marad nekem. Infit nem tudnék adni, Magic Archer-t nem tudnék, egyiket sem tudnék adni, nyilván a 0x4-es az nem is kell magyarázni. Tehát ami kettessel, 3-assal, 4-essel, 5-össel, 6-ossal, 50-essel kezdődik, az abból tudunk cserélni. Az egyesek meg a nullások nem jók, jó? Mert próbálkoztam, ezt nem értettem, azt gondoltam, segítek, hogyha még ezt valaki nem nyomozta ki. Én viszont majd Nightwitch-ér szívesen adok szintes bármit. Hát most jelenlegi pillanatban logot, Ice Wizard-t, vagy Ghost-ot. Na, oké. Akkor Bazsi, menjünk, ha gondolod, mehetünk. Nem is tudom, hogy lehet ezt így összekombinálni. Azt mondja, hogy challenge, benevezünk. Be se voltam nevező. 25, mit lehet itt nyerni? Azt mondja, hogy 9 vines. Másodiknál... Á, ott van már, Bazsi már nyomja. Jó van. Oké, goldok vannak, blablabla. Bla, bla. Majd ott tartunk, megnézzük. Jó. Na, erre tök el, hogy nem neveztem még be. Így meg gondolom, nem tudok még nevezni. Jó, igen, free, oké. Hú, de rég játszottam ilyen játékot. Na nézzük, hogyan is kell lesz. Múltkor már jól mentem, hogy Kristófnak kivittük. Nekem azt hiszem egy win kellett volna, de Kristófnak kivittük a múltkoréban. Jó, vannak specialistáink, például Leynard, azaz Grund, és Veldemorf. Kíváncsiak ők majd, hogy mennek ők, míg azt a nagy 20 vinest is kivitték már annó. Hideg téli napokban, nem tudom mikor volt ez már, karácsonykor vagy kicsit később. Na hát játszunk ebben, ez egy kis könnyed játék. Attól függetlenül iszonyat izgalmas, úgyhogy itt is fel tudom emelni a hangomat, ahogy szoktam. Gólem az biztos, hogy OP.
Én meg is indítok egy gólemet bal oldalt. Reméljük Bazsinak van valamilyen. Oké, Lava Hound. Szuper. Az még oda kevés. Kell nagyon valami védekezni. Bazsinak kellene egy kis védekezés ide a Lava Houndra. Sajnos a gólemnek annyi. Inferno Dragon betámadta. Rakit. Mi az, egy kevés volt sajnos. Most van baj, most van baj, most van baj, most van baj. Gyere, gyere, gyere. Elmiszem el! Ah, jó van, bemelegítésképpen kaptunk egy touchdown-t. Semmi baj, good luck. Jó, ez eddig jó. Azt mondja, hogy... Kellene egy Ice Wizard, Electro Wizard. Hajna már. Akkor bowler. Itt nagyon össze kell beszélni. Jó, bowler az jó lesz, ez megoldja. Főleg, hogyha már a battle-ram széttörnök. Törj már szét! Jó. Oké, eddig jó. Ott van a kis OP furiás goblinunk. Szuper, hát ezek már simán leszedik. Nem is kell az épület, jó? Ne. De ne, hát mi lett a vizárdal? Hát nem már! Az érdekes, nem szedte az elektrovizárt sem, meg a rakit se. Pfff, gyerekek, ilyen vizárdot én még nem láttam. Na jó, hát ez a meccs már elment. Hihetetlen. Ez bizony hihetetlen. Nem baj, touchdown-ozzunk. Akkor a bowlert, ezt megint megoldja. Bár most felgyorsultak a fiúk, nem baj, nem baj, visszatolja, mert ott a fal. Mikor nem a fal mellett, nem lehet, hogy kikerülték volna már. Engeded el? Őha. Az baj, nincs, ami targetelje a várat. Úgy mondom, a Baby Dragon most nem lehet ugye úgy kikerülni, hogy rárakok minionokat. És amíg a várat targeteli, addig szétszedik a minionok, hanem lerakom, akkor egyből meghal a minion. Na jó, hát ez... Ezt megettük. Hát attól függően, hogy hogy nevettél, persze azért egy edzés az zavaró, hogyha hangosan nevetsz hátulról, amíg a padokról. Tehát edzést nem zavarunk. Nem csoda, hogy berágott a csaj. Az a rakit azt azért egy kicsit megettük. Nem baj, csapassuk, és semmi gond. Az mi volt? Láttátok, golyóálló volt a vizárd. Golyóálló volt a vizárd. Lepattant róla a rakit, és nem ért neki semmit az elektrovizárd se. Ez érdekes. Itt ugye máshogy kell gondolkodni. Nincs olyan, hogy már betargetelte a várat. Csapassuk, Bazsi, mi baj lehet? Egy kis könnyed esti touchdown-ozás. Nekem őszintén megmondom, hogy a tornament ez nincs a kedve. Azt most volt elég. Hát megint válaszom a rakitot, illetve most én válaszom a rakitot. Hát, ha eltállunk vele valamit. Hát csak, hogy gólemet választom, az lenne itt az OP. Meg tudjuk jó támogatni Bazsi a gólemet, az jó lenne. Hogy hívom én ezt? Sparky. Látom, ha igazad van. Sparky gólem, meg még valami légi, aztán az már nagyjából jó is lenne. Reméljük. Na hát, ha, hát meglátjuk, az előbb nem sikerült. Meg ugye itt össze is kell szokni az embereknek, úgyhogy azért is jó, az tényleg jó, korrekt dolog, hogy ad gyakorlási lehetőséget. Á, ez egy kicsit elhamarkodott volt. Ad gyakorlási lehetőséget a Clash Royale, hiszen tegnap, itt ennek előtt már elkezdődött a Friendly Touchdown. Na, Sparky az OP lesz, ezt látom, csak rendesen kell. Hát az légit nem támad. Az ott egymaga leszedi, hogyha nem teszek semmit.
A Bollering is OP szerintem elég jó kártya, meg a Golem is, csak hát el kellene tudni majd indítani. Tedd már le, és messze, nem laktam le messze. Úgyhogy itt a hajszál életű karakterek még jobban, még sikeresebbek. Megint messze szemére raktam? Nem, legalább megállítja. Jó. Ez így jó, ez így jó, ez így jó. Csak nincsen semmi elixír. Az a fölmés se gyenge, úgy látom. De gyerünk, most ad egy bowlert. Oké, okay, semmi elix. What? Ezt benézték, lol. Az igen. Szevasz, Tibi. Az a skeleton, ja. De gyerünk, pergessük meg a spárkit, mert az elég OP. Ez az szép. Még egyet. Ne már! Miért? Miért kell ezt a lightninget ide betenni, amikor... Fújd utána. Az úgy jó is lesz. Azt én már nem bántanám. Azt én már nem bántanám. Nem is kell ezzel, nem kell ezzel. Ó, jobb oldalt, jobb oldalt, jobb oldalt, jobb oldalt, jobb oldalt, az jó. Kérlek, hogy elbánik fel a Lumberjack. Ne, bal oldalt. Ne már! Na hát a Zeppet azt tartsuk meg szerintem. Apróságokra. Hát nem tudom, Tibi, egy jelentkezése volt. Csak te szeretnéd most, úgy, mint Útko Zsolti. A gólalát nem tudom semmi elé bepasszírozni, nem hiszem el. Gyerünk, most! Ez az. Na gyerünk. Hátrébb, és abban már nem foglalkozunk, csak jobb oldal. Persze, köszi. Aj, nem hiszem el. Na gyerünk, mennyi épület már? Ezt most komolyan gondolod, ezt a sok épületet? Supercell. Nem kell Zep. Jó, hát ennyi épülettel meg Lightning ellen mit csinálják? Hát komolyan mondom, nem hiszem el. Ez vicc. Jobb oldalt, és ezért be van Rachel. Hurrá! Szevasz Bálint! Mizu! Ja, most már azért könnyebb versenyt csinálni 10 darab gemért, ugye a két kifliára. Jó, hát eddig kettőből semmi. Ja, így is lehet mondani. Ez bizony így is lehet mondani. Tibi. Na nyomjuk tovább, nincs itt semmi probléma. Ez csak a bemelegítés. Reméljük egy 10 gemes, mert ha nem, akkor megyünk másik karakterre. Akkor megyünk másik karakterre. Góla. Bazsikám, most olyat odaverünk. Az előbb már jó indult 1-0, csak aztán lett 2-1, ugye sajnos. Elsőben 0-2, most 1-2. Reméljük, hogy most 2-1 lesz nekünk. Ó, most nálunk vannak az épületek. Lehet, hogy ezt kétszer mondtam el? Az kösz! Az azért baráti volt.
Na gyerünk, Baby Dragon targetelj Amonra, és... Jó... Furulyás Goblin pedig... Ez épület esetleg adnak ki katonát, köszi! Kösz, tényleg kösz. Azt hittem már nem ad ki katonát magába. Gyerünk, Muski, targetelj, kell valami nagyon... jobb oda tudok, kell valami. Az úgy nem lesz jó. Na, ők ketten megoldják szerintem. Ne már! Lost a mindenit. Hú, ez meleg volt. És az a baj, hogy most már ház sincs nagyon sehol. Egy darab bowler van, jó, meg witch. Az jó kombó. Ez jó kombó, nem nagyon elég színű. Az is jó. Sniperünk ugye messziről leszed mindent. Nagyon király. És sehol elixir. Vasárnap viszont mindenfelé szeretnék tornamentet. Herr Furulyás Goblin. Okos. Előbb is így indult, de ezt most megtartjuk. Na gyerünk, dupla spawn. Kicsit szemtelen, de hát ez van. Jó, most már tartsunk elixírt valami megpi kártyára. Na, itt azt olyan betonvédelem van, lehet, hogy az ember már egy idő játszik, csak kevés kártya jön. Itt ilyen sűrűn előfordul. Jobb oldal szerintem meg lehetne tolni. Egy játékos játszik már, csak másik kilépett. Ja. Mindig nyom egy ilyen mérgelődés jelet szerintem. Annabel avagy Oskota, és hát látjátok, látom a jövőt, ott a mérgelődés jel. Éreztem, hogy ez fog történni. Akkor viszont igen, kilépett a másik. Toljuk meg, bazsikám, végre egy win. Szegénynek ennyi elixíre maradt. Milyen, de ezért mekkora jó fel, hogy ilyen hősiesen küzd. Lehet a sima libai, így akkor nem volt nehéz. Hát jó, most ezek hárman álljunk neki. Bálint 1000 éve, nem is tudom, indult már a versenyünkön. Bálint, indultam a versenyen. Annyi versenyünk volt már, de szerintem régebben indult Bálint. Na, Crown Chest Opening fog következni. El sem hiszem, mindenki kapaszkodjon meg a szék karfájába. Persze, most 2-3 ember fölösleges. Azért az vicces lenne, hogy mindig csak ennyi erővel egymáson is tudunk játszani TV friendly meccset. De viszont akkor vasárnapra meg megpromózom, és akkor lesz verseny, jó? Na hát... Semmi nem volt benne. Gold meg, gem, az. 3 muskit majd el pattinton. Szerintem Tibinek kell lenni fog. Jó. Azt mondja Geri, hogy megkérdezte a tesi tanárját. Várja a suli bulit. És mondta, hogy na, mert pörköltet akar enni. Hát na, helyes. Szeretjük a pörköltet. Gyerünk, Bazsi, nyomjuk, nem állunk meg. Megvan az első win. Innen fogjuk kivinni, hát vagy nem. Butterham nagyon jó kártya. Rakit is, ha nem pattan le a Wizardról. Ó, hát kell az Inferno Tower mindenféleképp. És... Oh no. Hí, ez kemény választás. Az általam legjobban utált Clash Royale kárta, avagy a Pekka. Egyenlőre várjunk szerintem. Oh. Jó. Azt gyorsan szétkapta. Gólemmel az, hogy bajba leszünk. Ne már! Istenem, azt nézem, hogy mi van fönt.
Bocs. Bocs, ups. Dehogy nem beállni, megyünk veled is, persze. Hát mindig rosszkor hívtál. Így live közepén mindig akkor valami történetben voltam. Éppen Sense-t vártuk, hogy Magyarország legjobb játékos ellen menjen, mondjuk, meg ilyenek. Na mindjárt megyünk akkor, jó? Persze. Semmi, Isten őrizi, nem maradszok rád, miért is aggódnék. Gyerünk, 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 Battle Royale! Na gyerünk, csapjunk már oda, az előzőt hogy benéztem? Egy-egy, mintha mi se történt volna. Én konkrétan kedvellek valamit. Kifejezettem. Arra is szoktam visszaírni például Facebookon, meg ilyenek, de nem mindenkinek írok vissza. Nyilván a többségnek igen, de ez bárkinek nem. Gyerünk, fiúk! Azt a goblint! Áh! Nem igaz. És megint nem azt targeteli. Bazsi, kéne valami? Hú, jó van, az meghalt. Jó, 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 így jó. Ez így jó. Hahaha, azaz. Az ott nagyon kellett. Okos, okos, mert amoda használtuk el az Inferno Towert. Hát ami van és lő, azt én ide most mind kidobtam. Nem szabad hagyni, hogy közel menjen, mert amikor berobban, akkor is megnyerheti. Már a lavapapok megnyerhetik a meccset. Jó, sikerült. Sikerült, 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 sikerült megúszni. Már csak hát nem ártana még egy win. Neked visszaírok. Persze. Bizony, bizony. Jó, a védelem az még áll, az elég lesz, ha csak megint nem akarnak itt trükközgetni. Az úgy jó. Oké, balun megvan. Ú, az ott fönt, az nagyon kemény. Ne szórakozz már! És mi van, mi van, mi van, mi van? Nem tudom, hogy hogy, de megnyertük. Na, oké, oké, azt mondja, hogy Geri kérdezte, hogy mi legyen a neve. Geri a Big Troll 1, vagy Árpád? What? Mármint Geri a Big Árpád, vagy... vagy csak simán Árpád? Geri miért lenne Árpád? Ezt most nem értem a kérdést. Ezt most nem értem a kérdést. Megvan a második win. Remélem azért már kapunk valamit, mert az első csak tapsot. Mi van? Nem már. Mindenütt megnéztem, csak itt nem. Hála Istennek a sát... Ú, de égő. Ó, srácok, hát miért nem írtak rám, hogy én meg elfelejtettem klánvorozni? Direkt megnéztük mindent, láttátok a live-ba az összes karaktert, ezt az egyet, nem a leglényegesebbet. Újabb 118 kupa, másodjára nyerünk egymás után. Fú, de durva. Ezt már szeretem. Hát így a zsákban nem biztos, hogy sok nyeremény lesz. Így, hogy kihagytam. Ezt nem hiszem, mert meg voltam róla győződve, hogy ez már kész van. Na mindig ennek kérdére kaptam egy Epic Tokent, de gáz, lesül a képem a bőr. Szóval, második win, Zsinórba, megint 118 kupa, úgyhogy most már tök büszkén mutatom meg nektek, srácok, hogy hogy állunk. 1159. Hoppácska, az már csak 41 kupa. Az már bizony csak 40... Ennyi nem? A Silver 3? Hogy állunk? Egy már innen. Itt van. Ja. Mindjárt Silver 3. Szuper! Hú, de király! Ezt már szeretem. És lájma. Hát ez szép volt, ez szép volt. Sikerült kihagyni. Nem hiszem el. Na, akkor kaptam egy tokent, akkor megint Bazsinak is mutatom, akkor így lehet tokent szerezni. Hát nem így, hogy kihagyjuk, hanem tehát játszani kell. A Collection Day miatt kaptam nyilván. Hát ha nem is indultam volna, akkor nem is kaptam volna zsákot sem, semmi élményt. Ó, a kutya lágja meg, hogy kihagytam. Na, jól van, oké, mindegy, ez van.
Akkor menjünk tovább. Kaptunk 500 goldot. Őrület! Nehogy megvegyem belőle a maxos zeppet. 500 gold. Hú, de messze van még. Most a 10-es switch kell nekem igazából. Ez a zeppet sose kerül sorra, tudjátok, amilyen régóta ki van gyűjtve. Szerintem vagy 2 hónapja. Na gyerünk, Bazsi, nyomjuk. Csapassuk, igazad van, csapassuk. Ne álljunk meg, most kezdünk belejönni. Kétszer nyertünk, most amit a harmadik menetben 2-t hoztunk, nem tudom, hogy hogy. Jó, princess nekem nem kell. Goblin. Lightning. Ha már ilyen erős, és akkor vizet. A 0-2-ről 2-2. Meglátjuk, hogy meddig jutunk. Meglátjuk, hogy meddig jutunk. Elég nagy a csönd most, srácok. Mindenki oda van. Viszonylag szerény a nézőszám is, meg a megszokott emberkéket nem nagyon látom a csődbe. Bizony, bizony, Geri, igen, igen, igen. Az én szemem fénye, a Lavahound King. Én mindig mondom minden klánba, hogy aki 3000 fölött van, éppen mennyi a határ, az nyugodtan jöjjön át. Éj, nem fér oda. Nem fér. És dehogy nem, az ővé gyorsabb volt Bazsinak a épülete. Az ott már nagyon jó lesz, az ott simaliba. Azt meg is lehet nyomni, ezt az oldalt szerintem. Oké, mutatom is a goblinokat, hogy ne aggódjon. Jó, na, gyerünk! Ez itt elég komoly kis épület mennyiség. Mind a kettőnek van muskétása. Bálint. Gyerünk, vízi! Ott! És a két muski. Megint elment szerintem, megint csak egy játszik. Valaki érjen már be akkor. Csak a kedvünkért. Kedvünkért. Kétharmad muskétás. Kétharmad a muski. Aha, megint csak egy ellen játszunk. Nem, visszajöttem, mi van? Akkor most mi van? Na, nem gusztustalankodni. Bár a jó hangulat az nem árt. Jó, oké, okay, akkor én ide. Ide épületezem. Mi jön ott mögötte? Nem lehet látni. Halló, mi van ott? Bomber, jó, van, hallottam a lépteiből, hogy bomber. Oké, okay, ez nem árt egyiknek, tehát ezt nem tudja bántani az ellenfél kártyája. Minion horda az elég jó. Egészen addig, amíg princesz nem jön. Jó, hát 1-23. Az szép a róz, az nagyon szép a róz. Jaj, nem haltak meg az átcserek, jó. Oké. Okay. Baba, menj már baba. Jó, 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 jó. És akkor az ott megvan oldva. Jó, eddig jók vagyunk. Nem nő, maradt elég szép. Uh-huh. Ez jó hangzik, ez jó hangzik. Tudva levő Geri is már Challenger 1-es. Én örülnék neki, Gerikém, nagyon. Komisten. Mindig mondom, hogy szedjük össze, ha már van 3-4 klánunk, akkor szedjük össze a jó játékosokat, és szépen ilyen lépcsőzetesen. Akkor mindenki jöjjön fel a legnagyobb, és akkor nem is kellene igazából kinyitni sose a Kinget, hanem tudnánk pótolni onnan a játékosokat. Akik esetleg véletlen kirúgok, vagy véletlen senki nem rúgok ki. Tehát magyarán ilyen nevelőklán célzat, ugye sok mindenki csinálja így. Ne szórakozz már! Próbálok koncentrálni. Oké, 15 másodperc, ezt csak megvédjük már. Úgyhogy én örülnék neki, ja. Az jó, oké. Ne, Bandit, Bandit, nagy a baj, Bandit, Bandit! Jó, ha Bandit nem öli meg, akkor megvan. Mi van? 3-at nyertünk egyben. Jó, Bálint. Hát még jó, hogy képet nem lehet fölrakni a chatbe. Szép volt, Bazsi, ez korrekt volt. Illetve Bálint, ha már itt gusztustalankodunk és az előző témához kapcsolódunk, akkor amit írtál, mondod, hogy törölted. Hát még jó, én is szoktam. Na jó, hagyjuk abba. Úgyhogy Geri írjen rám, és akkor megbeszéljük. Intézzétek addig el a líder dolgot a túrba. Gyere át! Először intézzétek el a líder dolgot a túrba, jó? Hogy akkor a kiskariddal menjél be. Látod, hogyha van hely.
legyetek líderek. Jó, tehát rendezzetek ott el mindent, hogy te vagy Martin legyetek a líder, tudod, hogy megbeszéltük, Geri. Aztán nyomás átfele. Nyomás átfele. Nem akarom, hogy elmozsolódjanak az energiáink, hogy van négy jó klánunk, vagy négy klánunk, és abból egy, ami nagyon full profi, és akkor mindenütt vannak erre arra CH1-es, 2-esek, meg akármi. Én azt szeretném, hogyha aki tud, az jöjjön át. Oké. Akár már 3000 fölött, nem csak 4. 4000 fölött, meg mindenféleképp ezen a célom, hogy itt gyülekezzünk a Kingbe, hiszen nézzük már meg ezt a listát, büszkén mutatom. Két CH2, bár a legjobb mindjárt visszamegy, szerintem, hogy szokta, meg Tibi, sőt, Tibi lehet, hogy most megy föl live-ba, várjunk. Szurkoljunk már egy Tibinek egy CH2-t. Akkor pillanatokon belül 3 CH2-sünk lesz, CH2-esünk lesz. 1590-re már lemarta az ellenfél várát, 11-es mindkét srác. És balúnozik, reméljük nem freeze, jó, van nincsen freeze, az a halálon. 11-es balón, annak annyi, megy a Mega Knight. Jó, az semmi, balónak annyi. Jó, 12-es. Royal Giant azért már kicsit keményebb. Elektrovizált és Bandit. Oké, okay, Bandit, 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 Bandit. És még a Mega Knight is megvan a CL2. Tehát akkor 3 darab CL2-esünk van. Ne, így még elkiabáltam. Nem kiabálunk el semmit. Olyan szépen támadott az ellen. Jó, nincs kiabálás. Oké, okay, Mega Knight. Hátul az OP Witch. Még mindig nagyon OP. Nem csak ott nerföltek rajta, ugye, csak a HP-ja csökkent, az semmi, 3,5%-kal. Jó, Bandit, 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 hol a Bandit? Oké. Okay. És nincs benne spell? Tibi, ne szórakod, hogy nem hoztál spell. Na, 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 na. Oké, okay, Pekka. Mi az utolsó kártyája? Oké, most védekezni kell. Becek. Bec, 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 bec. Hol a be? Így is jó, a legközelebb még jobb. És a most a Bandit. Hát nem szabad. Ember, hagyd már magadat. Hát itt nézzük a Tibit. Hagyjad magadat. De mi az utolsó kártya? Csak van benne egy nagy spell, nem? Ne szórakozz. Tibi, ne szórakozz. Jó, jön a következő push. Mondjuk az ellenfelünk nem nagyon veszélyes, hál' Istennek. Nagyon szépen védekezik Tibi. Oké, okay, jó, hát ez várató volt. Jó. Szuper. És megy a Pekka, úgyhogy most ez bajba. Az ember. Bandit kellene, Bandit, 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 Bandit. Hol a Bandit? Ott a Bandit. Ott van, na, tehát CH2, 3 darab. Tibikém, üdvözlünk a CH2-ben. Közben egy pillanat alatt megjöttek a külföldiek. Hi Miku, and hi Sebislav. Where are you from? Szerintem gondolom lengyel, itt van Dave Polsky is. Hi Dave Polsky. Oké. Okay. Hello mindenkinek. Na, szóval, úgy áll a klánunk, akkor most egész frisset tudok mondani, hogy 3 CH2-esünk is van. Na, szóval. Akkor most már Tibi is tudja, hogy szurkoltunk neki live-ban. Megjött Geri, nagyon jó. Tehát úgy áll a klán, hogy nem frissítette még, de 3 darab CH2-esünk van, Tibi is CH2. És aztán van még mellé Lord, na, menj már bele, Lord Magic. Jelen pillanatban legjobb, Kalius Tricket, azaz Lali, jó magam, Raven, Bruce, Csicska, Bob, Littlehead, Mr. Hunor, és Léman Geri is CH1-es. Illetve Lénárdnak csak egy masszív vinkel, avagy kettő, úgyhogy akár 15 embernek is lehet kitűzője. Ez brutális, ez új rekord. Le se bírom fényképezni, mert nem fér fel a Facebookra, ugye egyszerre csak 5-6 ember. Úgyhogy, úgyhogy nagyon büszke vagyok a Lavahound Kingre. Nagyon durva, 3 CH2-es. Igen. Geri visszatért, így van, ő innen ment el, voltak tervejével a klánnal, de maradt is, mert hiszen akkor kis karakteren tudja igazgatni a Lavahound Tourt, segít nekem, illetve Martin is. Oké, okay, Mihu, Mihu, where are you from? Are you Romanian, oda? Mi? Oké, okay, oké. Okay. Na, Bazsival nyomjuk tovább a cuccot. Russia!
Szebiszláv Russian. És mikor megy Germanyban? Aha. Oké, szuper. Na, akkor most mi van? Miku most lengyel, vagy? Aha, your friend, Janusz, oké. Okay. Na, válaszoljunk kártyákat. Válaszoljunk kártyákat. I'm Hungarian. Janusz und Miku is friend, vagy our friend. Super. Na hát úgy kb. Nem értjük egymást, ők se engem, én se őket, avagy ti sem. Most a jó kis épület, ez náluk van. Icezard nagyon jó belassítja, és még mindig... What? Touchdown! Touchdown egyből. Oké, okay. Na gyerünk. Van nekünk egy jó képű Mega Minionunk. Az a bombert valaki ölje már meg! Please! Kösz meg a... kedvenc kártya, így kedvenc kártya meg a Minion. Na figyelj, mert van egy kamu győzelmünk, vagy egy kamu társadalunk már. Oké... Okay. Te jó ég, mi van ott? Nincs valami erózunk, vagy bármi? Mi ez? Hát ez a szép... Jó, Zep van, nagyon jó, Zep van, szuper! Oké, okay, az úgy jó. Elég jó OP ugye a furujás goblinka. Jó, az kb. Mind a kettőre jónak kell lenni, mind a két kártyára, 1.36-on. Mégis nem raknak kártyát, szerintem feladták. Nem volt túl jó ötlet. Van egy kis baj. Jó, az megvan. Oké, okay, nézzük, Knight-on van, az még jól lehet Executioner ellen. Mutatom Bazsinak a Knight-ot. Nem kell Zepp, ne Zeppet, azt hagyjuk meg a Skeleton Army-ra. Megy egy kis Spoon. Úgy van, ott a Skeleton Army, ez a baj. 55 másodperc. És van logjuk, úgyhogy így nem jó. Ha kell nagyon valami a vize, a vicsre, vics. Oké, bedaráltok, nagyon jó. Nagyon jó. Hadrák csalódja neked a Lavahandon. Azzal azért eljelesznek egy darabig. Úgy is van, nagyon jó. És akkor egy ilyen úgy védekezik, hogy támadunk. Jött a Wizard, vagy bármi. Ott is a Skeleton, a Skeleton, a Skeleton. Szevasz, Domi! Oké, okay. Köszi Bálint, bármit is kellett törölni. Jó van, szaladj le hozzá, aztán majd jössz. Na, Hali. Oké, hát ez megint win lett, Kettőnullás vereség óta nyertünk zsinórban 4-et Bazsival, azért ez nem gyenge. Ezt a kettőt hívom én az összeszokásnak, hát kár, nem tudtunk friendit menni. Nem beszéltük meg, hogy egymással megyünk, de a hétvégén még lesz rá idő, úgyhogy szerintem csapatjuk majd még. De nem baj, most is folytatjuk. Tehát kettő lose-tól kezdve most csak nyerünk 4 win zsinórba. Szevasz Domi, majd... Ja. Szevasz, Danikám! Oké, okay, rendben, mert rendes wifi-n lesz, akkor majd gyere. Örülök, hogy beköszöntél. Köszi, Dani. Azt mondja, hogy Zsival nyomatjuk most tovább. Ez egy jó domény, hogy leírod, mert elfelejtem, hogyha a más néven vagytok. Hogy te vagy az. Na, a freeze fogunk nekik adni. Hát most én adtam nekik. Mert egy kár volt. Ó, mind a kettő kártya jó.
Elektrovizeljük is van. Legyen Exem, bár most ezzel a két lassító kártya azért ez nem annyira jó. És megint mind a két kártya jó. Egyforma elixír, nagyobb hatótávolság van a mortárnak. Akkor legyen ez a végszó, nagyobb hatótávolság van a mortárnak. A handomi megyek veled is egyet, hogyha tényleg csak 10 gem, akkor a következőt veled megyek, jó? Ha csak 10 gem, akkor a következő az domival lesz. Következő kanyar, megyünk még egyet. Még csak másfél órája megy a live. Ez nálam még azért eléggé játszosnak számít. Ó, jaj, most valószínűleg ők összejátszanak, én azt érzem. Kellene bármilyen épület, és nincs épület. Hű, hát nagyobb baj. Gyerünk, spawn, gyerünk. És nem fogja kirakni. Hát meg ilyen. Mind a kettő? Hát ezt jól csinálták. Valószínűleg együtt játszanak. Két oldalra kiraktak két tankot. És esélyünk nem volt. Oké. Hát, ja. És még pekünk is volt, hogy a hetedik kártya volt kb. A épület. Hejhaj. És most nekünk kell támadni, ez a baj. Nem rakom még legyenőre. Menj már, Eros! Kösz! Nekik is van executionnek, mint nekünk is, az hogy lehet? Az érdekes. Itt még nem is láttam, hogy egyforma kártya lehet az ellenségnél is. Készülnek valami nagyra. Gondoltam. Most jön a Giant szerintem jobb oldalt. Tudja, hogy együtt játszanak. Hát a két épület csak leszedi már a gólemet. Akármit frízeltek is. Hát mondjuk így azért van baj. Nem már. Semmi esélyünk ellenük most sajnos. Sajnos semmi esélyünk. Bocsikál, ez most már elment, de nem baj. Meg a poénból kilőttem volna azt a goblint. Nem adjuk föl, nyomatjuk. De hát 2-0-ról ilyen kártyákkal már nehéz lesz. Hát most mindent beleadunk. Még rakítjuk is van. Az jó. Az laza. Kettő egy. Na most lehet kicsit becsokiztak. Toljuk meg. Ők is megtolják. Nem hiszem el. Skeleton vagy bármi? Elén kellett volna itt tolni. Na, hát köszönöm szépen, Bazsi. Ez jó volt, ez a 4-es széria, az jó volt nagyon ez a... történet. Hát Norminak ígértem, úgyhogy akkor Normival megyek. Garázs vásárol. Azt mondja, hogy... kiárusítás van, kiárusítás. Na így lehetek ugye trédelni. Kiskori. Kiskorinak 3500, az igen. Valahonnan rémlik nekem. Kiskori. Valamelyik klánunkban volt szerintem, és akkor lehet, most nézi a live-ot, és akkor úgy jött át. Na, várjatok, nekem kellene egy kis cucc. Azt mondja, hogy epic csere. Mi volt? Executioner? Ugye ez a lényege?
Neki kell execution. Nekem van pont 10. Azt mondja, hogy írunk is gyorsan Ákosnak. Hogy van 10 exén. Jó. Nekem ugye Golem, Witch vagy Poison kellene. És akkor ő szeretne kérni Sparkit. Oh, Witch! Na, akkor időben látunk egy ilyet. Tehát, hogy én rendelkezem 10 darab szabad executionerre, pont annyi volt, ha jól láttam. 10 per 20, így van, én ezt oda tudom adni. És cserébe kapunk 10 darab witchet, ami ugye 2,5 hétnyi vasárnap, tehát eszméletlen jó dolog. Eszméletlen jó dolog. Szávasz! Ez nagyon jó dolog, ez nagyon király. Mindenki jó járt. Mindenki jó járt. Ezt vártam már mióta, hogy 5-ös legyen a vicsem, azaz az új számítás szerint most 10-es. Toljuk is fel. Szabad, Dávid! Dominak ígértem, most Domival mennék egy touchdown csatát. Na, királyság, megint fejlődött a deckem. Őrület. Jó, mondjuk jó volt, nagyon lemarad a pont, ugye nemrég került be egy hónapja, kettő, nem tudom mikor került be, de amikor fölbuffolták, akkor került be a witch. Ez a 10 witch, ez nagyon jól jött. Úgyhogy köszi Ákos. Legendary-t pedig, hát mondtam, hogy ugye, ja, ezt neki Sparkékkel mindenféleképpen azt nem tudok adni. Jó, na nyissuk ki ezt a csodát. Mennyi a újra nevezés, nézzük. Hát 4 win-es lett csak, de nem fogok sírdagálni, ez egy nagyon mókás játék. Egyben izgalmas is, elejében nagyon nem szerettem, most már megszerettem. Úgyhogy 10 gemért nyomjunk még egyet, hát ez sem eddig nem tart. Na Norm, hogyha itt vagy, akkor mehetünk. Azt mondja, hogy mi van nekem 1 per 2-es. Jó, így nem tudok adni, ugye megbeszéltük. 1 per 2-es nem tudunk adni. Itt van Romeo, és szevasz Romeo. Na, nem tudom, hogy Norm itt van-e. Norm ugye most léped be. Itt van velünk a mester is, Grund, aki touchdown mester, hiszen kivitték a 20 vinest is. Hatan vagyunk online a klánba, azért az kemény. Lord Magic játszik, ő úgy játékos, hogy nézzük meg, hogy játszik, ha egy egyet játszik, ha nem, akkor kilépünk. 9-es szintű, úgyhogy ez valami klasszik challenge lesz szerintem. Nem, akkor itt kiírná. Ja nem, klámborozik és megnyerte a Collection Day-t, Collection Day-ezik. Jól van, bravo. Logbait volt ellene és neki meg nem tudom milyen volt, nem figyeltem. Hát Norm nincs itt. Hát ha Norm nincs itt, akkor megyek Kung Fu Pandával. Akkor viszont megyek Kung Fu Pandával. Ha láttuk, hogy a Battle Run OP, illetve a Skeleton Barrel is, mert amikor szétrobban, akkor szintén úgy viselkedik, mint mondjuk a Lava Hound, hogy akkor akár a vonalon robban szét, akkor ez már nyert ügy. De most adattuk nekik, nem baj. Legyen Ice Vizi, és legyen Lightning. Na gyerünk, good luck! Mega Knight! Érdekes. A Mega Knight nevű játék az érdekes. Ice Wizard elég komoly. Úgyhogy dobunk egyet a bal oldalra is.
Tükör. Ez a megállít, megállíthatatlan, csak kérdezem srácok, hogy, hogy mi van veletek. De ne oda logot! Ez elég sima volt, ez elég sima volt. Elég sima volt. Na jó, meghagyjuk az épületet, hogyha jönnének valami légi cucca. Mindegy. Én a fal mellé raknám a gólemet amúgy. És akkor bespawnolunk meg egy goblinokat. Nightwishnek elkalandozotta. Egyik betze. Gólem, 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 és a gólem ott fönt megnyertük. Majd egy-egy. Úgy értem, hogy egy-egy. Na, szuper. Menjen a móka. Oké, leválasztjuk a Witch-et egy Battle Ram-mel. Hop, 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 hop. Ne, szivatás. Lenne zeppünk, vagy erózunk, már simán nyernénk ezt a meccset. Nem hiszem el, a Skeleton Island nem tudjuk leszedni. Ez a spawnoljunk jobb oldalt. Spawn, 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 spawn. Azaz. És a battle-remet bele a spawnba. Nagyon jó. És tényleg a furnace jó egy... Ohohoho, megvan a nyerő taktika. Megvan a nyerő taktika, azt hiszem, hogy leesett Kung Fu Pandának is. Ezt kell itt csinálni a tükörrel. Ezt kell csinálni, már 2-1-re vezetünk. Most már csak védekezni kéne. 20 másodperc. Azt már csak megoldjuk. Ott egy gólem. És egy lassító Ice Wizard. Jó, hát akkor ez megvan. Rosszul indult, de annál jobban folytatódott. Jó, hát ez megvan. Visszahoztuk. Szevasz, Csani. Hali. Üdv a streamben. Szevasz. Én most már csak így becézlek, nem mondom azt, hogy Csani X, hanem Csani. Remélem nem baj. Ha tippenem kellene, akkor azt mondanám, hogy a neved Csanád, az egy tök jó név, nagyon különleges név. De nem biztos, hogy eltaláltam, lehet, hogy csak egy sima becenév. Szevasz Dominik, téged is már rég láttalak. Szia Dominik! Na, mi történt? Azt mondja, 2v2 battle, megvárjuk akkor, hogy Kung Fu Pandával menjünk. Hát ugye most 4 winig nem történik nálam semmi. Előbb addig jutottunk Bazsival. És nyomatjuk tovább. Hát nekem sincs plusz sparkim. Én nem tudok adni sparkit. Én ugye csak logot tudok adni, Ice Wizardot meg Ghostot. Azért gyorsan beírom hátra valakit, ez érdekel. Mi volt? Ice Wizard? Jó, oké, na menjünk tovább. Nem baj, legalább most itt vagy. Hát nekem is, én sem vagyok hétköznap. Munka miatt nagyon, ilyen keddenként egyszer-egyszer megjelenek aztán. Nem baj, de legalább most itt vagy, ennek örülök, Dominik. Munka miatt én is teljesen le vagyok terhelve. Szevasz, Szenz, mi újság? Hát örülök, hogy a újra éled a Nivekkere klán. Megnéztünk az előbb. Megnéztük a klánodat. Néztem senki kutyája kettes karival, 179 kupa, vagy mennyi volt. Mondom itt a többieknek, ő nem fog sokáig tökölni, szerintem gyorsan fölmegy CH1-be. Hát gondolom, hogy volt öröm, persze. Egy jól megszokott klán, ami tényleg brutálisan jó klán. Széthullik, aztán utána meg újra összeáll, az teljesen jó dolog, ez tök királyság, örülök neki. Úgyhogy gratulom még egyszer hozzá.
Hát nem azt mondtam, hogy lobon van, srácok. Ja, de van, csak most... nekem várnom kell akkor egy pár percet. Ő hogy tudta kirakni? Lehet, hogy a trédelőnek, aki trédel, tehát aki adja, annak van kódánja. Na mindegy, én adok neki szívesen logot, hiszen van, és teljesen mindegy, hogy most melyikből van. Legalább akkor Mega Knight-ból lesz plusz egy... Ja, nekem nem kell most itt. Úgyse fogom fölfejleszteni 3-asra. Valószínűleg Golembe sose fog kelleni log. Golemes deckbe. Na, és akkor legalább jó jár Ákos. Egy Nightwish Sense-nek, persze. Aha, így van, így van. Hát tudom, tudom, már régóta vájszelte is. Én is gyűjtöm ám, hogyha valakinek van, akkor adok érte logot, vagy ghostot, vagy Ice Wizardot. Nagyon szeretnék. Így most már nem elérhetetlen, így most már tök könnyű lesz. Hát nem tök könnyű, de így most már viszonylag könnyű lesz a 4-es lega is. Most már emiatt nem aggódom. 4-es legák is simán lesznek már ilyen 4500 környékén. Sima liba lesz. A 3-as ugye az nagyon gyerekjáték, az tényleg könnyű, ha már ilyen 2500 körül eldöntöttük mi a deckünk. Ahogy nekem is már van most már 3, és még egy kell a negyedikhez, a Lava Hunthoz. Tényleg nagyon könnyű megszerezni 3-as legákat. De a 4-es azért az már. A 10 darab az nagyon durva, ez még shopból se tudom megvenni, ez 400 ezer gól plusz a fejlesztés. De itt tokenek segítségével azért könnyebb lesz. Hát nyilván szerencse kell. Na jó van, akkor ezt megnézzük, hogy Tibi mit osztott meg, ő mindig érdekes dolgokat tál elénk, úgyhogy unatkozni biztos nem fogunk. Hát nem. Szerintem nem, tudom. Na nézzük! Tibi az előző deckkel ment, amivel feljutott Cissi CH2-be, és Cashbury ellen játszik, aki hát a balonozik, nem lepődöm meg. Méghozzá legalább korrektül csinálja eddig. Lumberjack balon azért az mégiscsak korrekt. Hát egy ilyen zebbét balon. Vagy ez egy... Ó, hagyjad már, ez egy ilyen nagyon érdekes lavalon lesz. Hát most látom, ott van Lava Hand is, meg a Inferno Dragon is. Na hát az ellenfél lavahandozik érdekes módon. Én még nem láttam benne Princess-t, meg... Mi ez? Lumberjack-et se nagyon? De hát nyilván az emberünk azt rak össze, amit akar. Oké, tehát... És nem derült ki, azt hiszem, hogy Tibinek mi a 8. kártyája ezelőbb. Nem vette elő. Hát most meglátjuk. Ugye spellt nem láttunk benne, ami nagyon érdekes. Oké, hát ez 1-0. Nem néztük meg, hogy mi lesz az eredmény, úgyhogy így most meglepetés lesz. Reméljük, hogy Tibi nyer. Hát Master 1 azért az már más, Dominik, szerintem. És talán hát nem talán, az egyértelmű, tehát a legfontosabb support a Golemes deckben a Nightwish. Én konkrétan éreztem a hatását, amikor kettő, lehet, hogy csak én magyaráztam be magamnak, de én konkrétan éreztem, amikor kettes lett, és amikor hármas akkor is a javulást, hogy nehezebben győzték le. Volt, hogy az nyerte meg, hogy erősebb becceket spónol. Volt, hogy a Golemite rákcsálta még a várat, és az erősebb bec meg MVP volt, simán leszett a várat, úgyhogy a Nightwish az egy csoda, azt mi szeretjük, nagyon gólemesek. Emiatt tényleg akár, ha kérdezitek, lehet az egyik kedvenc legám. És ugye sok kedvenc legám van, de sok kedvenc kártyám, mikor melyik deckről van szó. Na, tehát ott megy a Pekka, akivel foglalkozunk, mert azért jöttünk. Pekka, 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 Pekka. Bandit. Jó, hát ez 2-1. Ez nem kérdés. 20 másodperc. Ajaj. Aja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 j
A Reach, hát igen, emiatt azért nem rossz az a Lumberjack itt. És az Infidragon 14, ja jól van, megúszta, hála Jósnak, megúszta Tibi. Pedig már Inferno Dragon volt a várom. Azt a mindenit, jól van. Attól féltem, hogy egyenlíteni fog és onnan lesz valami bajság, de nem. De nem, Tibi behúzta. Na, itt van Ketchup is, szávasz, klántársam. Á, rácsaptak a lógra. Nem baj. Semmi baj. Én nem vettem volna sok használt a Meganite-nak. Na jól van, igen. Hát igen, ilyenek lesznek ezen a piacon, ezen a trade piacon, hogy... Én még azt vártam, hogy elmúljon a cooldown, és aztán közben valaki más adta, de nem mindegy. Akkor lettem volna mérges, hogyha nekem kellett volna az a Meganite. Tehát mondjuk a Night Witch-emet így viszik el. Akkor azért mérges lettem volna. Így nyilván nem. Így egy jóképű lónál maradunk. Ketchup kérdezi, hogy Mizu, illetve kérdezett, hogy Mizu, minden király vége a hétnek, nem kell többet dolgozni a héten, úgyhogy szuperság van, szuperság. Aludtam délután, kidőltem, ma is, mikor keltem, 3 óra, 30-kor. Szinte majdnem minden nap a héten, meg 2:30-kor, úgyhogy elég fárasztó a hetem volt. De vége, úgyhogy itt vagyok végre veletek, ahogy látjátok. Milyen kis kisumult az arcom, ugye? Ketchupnek is van a logja. Hát már mindegy, lemaradtunk. Ákosnak kellett volna, adott Little Head királyság. Nem baj, tényleg nem gond, ez hát nekem nem kellett. Touchdown, ho-ho, micsoda, na egy ezres, majdnem le akartam szólni, de nem. Touchdown az jó. 1000 gold azért az. Azért még egy 99 ilyen, és már jó is vagyok. Oké. Okay. Azt mondja, hogy crown chestbe kell még egy crown. Nyissuk ezt a két golden chestet, mi baj lehet? Ketchupos rámegy a Sparky-ra. Jól van, helyes. Ja, nekem is megvan 3 Sparky. Hát eszméletlen. Nagyon durva jószágban. Lesz egy kis időn, fölviszem el az is CH1-be. Az a deck is bitangerős, úgyhogy a Sparky-t ezt tudom ajánlani mindenkinek. Egy jóképű Giant mögött. Na, kicsi Gold, kicsi Eros. Elmentek a lengyel, német, ukrán, orosz csapat. 3-as a Sparky. Ne szórakozz, mert te nem nézed a Level 3-as Sparky Project nevű sorozatomat. Ne csináljad ezt velem. Ketchup. Hát ha szereted a Sparkyt, akkor érdemes lenne szerintem azt a sorozatot megnézni. Van egy egész sorozatom, ami a Sparkyról szól. A 3-as azt szerintem azt nem nehéz összehozni. Jó, persze kell egy kis szerencse is. Hát látjuk, hogy kijötte, tehát meg tudom nézni, hogy kijötte. Hát itt írja, hogy kijötte. Completely trade with little head. Oké, na jól van. Kinyitottuk, jó. Menjünk mondjuk most Clan War Collection egy cuccot. Mert akkor legalább nem marad el. Na nézzük, játszunk egy ilyen levű. Hát figyelj. Ezzel sértek egyet, Dominik. Hála jó Istennek, én azért a 5-ből 3-at nyerni szoktam vala. Dekkel. Hát nyilván nem mindegy, hogy mi van mellé, milyen support van mellé. Na hát balún, csak a balún. És akkor már nyilvánvalóan emiatt kell választani az elektrovizárnot. És most már gondolkodni kell a többin is, hogy neki milyen van. Hát most jó lenne a Zepp is mind a két kártyára, viszont csak legyen már nálam az erősebb spell, és ugye hát a balont hátra lehet lökni, úgyhogy mindenféleképp Fireball, és akkor maradék kártya pedig. Én akartam választani a... Nem már, kérem vissza. Eldumáltam az időt, király. Na, tedd már le. Jó, ez eddig így jó. Ej, Mega Knight! Ajajajajajaj, mivel foglalkozik? Pont megölt a goblinokat. Nem jó. A
Az a Hunter az nagyon OP lett mostanában. Sokszor óról járok le. Ejjj, most van baj, mindenkit megöltek. Nem marad más, mint a jóképű fajról. Menjél már! Huntert azt nem tudom, mikor erősítették, de nekem olyan erősebbnek tűnik. Hát kinevetnek az ellenfél csapatával. Srácok, mi lesz így most? Hogy fogom ezt ennyi évesen feldolgozni? Na, jó lenne, ha nem ugrálnál, úgyhogy odarakom, akkor én ne ugráljam. Ennyi volt. What? Ez a Mega Knight Hunter, ez nagyon jó. Azt hiszem lehármaztak, srácok. Jól láttam? Na hát megint akkor megszoktam köszönni a kirőg is, de mondjuk most ő jó fej volt a csapattársai rögtek. Na mindig nem tudom, lényegtelen, azért megköszönöm, mert jó fej volt tényleg. Egy korrekt úriember volt. Sparky Royal Giant. Hát ez egy érdekes verzió. Na hát ez szép volt, ez szép volt. Nézzük, mi van még itt, mi lapul a tarsolyban. Na végre egy ilyen normális deck battle. Szóval ez a Mega Knight Hunter, ez nem rossz. Ezt láttam már ladderen is. Hasonló, mint a Pekka Wizard. Hát nem tudom, mire van. Nekem Skeleton Army. Meg Giantem. Hát és emlegetni kellett csak a Spartit, srácok. Mennyire tipikus. Csak emlegetni kellett a Spartit, hihetetlen is megjelenik. Ez hihetetlen, hogy mennyiszer van ilyen az életben. Na, viszont ebben nincs kollektor. Mondjuk kollektorra használom. 1.46 van még. Ó, hogy az a... Lőj már! Hát mennyi ideig vársz, kedves drága Sparky barátom? És amikor a Sparky elhalálozik a lövés előtt, mennyire tipikus? Ez az, egyet belevágott. Malackákat nem nagyon kedvelem. Mindjárt jönnek a malackák. Akkor vigyed! Na, gyerünk, Giant! Hajna már! Elég jó OP ez a malac történet! Egyet.
Ez az Mega Knight, de jó. És jönnek a malacok, és akkor vége mindennek. Király volt. Mi van nekem, ketchup? Milyen 300 fokos modern? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Na hát ez nagyon jó volt. 2 lose, 1 win. Hurrá! Nem baj, legalább nem marad el. Na hát akkor most egy kicsit átrágtuk a Sparky témát. De addig Sparkyztok, hogy mindjárt még a középső karrierre sladderezek vele. Fölmérgelem magam. Ja, jó van, egy csak a második meccs volt, ennyire vagyok képbe. Harminc 360 fokos mód a live-ban? Ezt most nem értem. Kérlek, segíts. Mi ez, mi ez, mi ez, mi ez? Milyen kártyák már? Csak a tornádó, csak a tornádó. Gyere, 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 gyere. Na! Akkor most már kellene valamit művelni. Akkor ez 2 lose még mindig. Nagyon jó. Jó. Az jó. Megint logbételünk egy kicsit. Három muski. What? Menj már, menj már, menj már, nem maradj le. Jó. Az igen. Azt neked elég szírjad, honnan van ennyi? Na! Az igen. És ennyit a tornádóról. Az sér másokat. Egy null oda. Létezik, hogy sikerül mind a hármat elveszíteni. Az kemény. Na, egy-egy. Mondom, egy-egy. Ezzel mit nem lehet érteni, egy-egy? Hogrider-es srác. Na, az még kellett ide. Az még kellett ez a bácsi ide. És most van baj, mert csak egyet találtam el. Hát most van baj. Mit is védekezek, mindig tök veszélyes. Ne. Ennyi múlik egy rossz rakítani, és akkor sikerült mindet elveszíteni. Hurrá! Köszi. Na hát ennél soha sikeresebb collection day sem kívánok magamnak. Ez nagyon jó eset. Nyissunk egy Crown Chest-re. Na akarja nyújni valaki touchdown-t, mielőtt így megunom magamat? Já, Poison, de jó, felcsillant a kis szemem. Na hát akkor nyomassuk, mert mentem egyet, nem tudom kivel. Úgy hívom én őt, hogy mennyi, innen sok defeat Kung Fu Pandával, és akkor így abba maradt. Úgyhogy a klánon belül is akár nyomathatnánk.
Bálint is itt van, jól van. Most meg már mindenki akar. Ah. Jó, most srácok, ha már ilyen challenge van, akkor csakassuk. Aztán nyitunk majd ládákat kicsit később. Most 2 órás a live, úgyhogy olyan 10 óráig azért simán vállalom, mert bírom. És Super Magic Chest-et fogunk nyitni. Minimum. De van ott még egy-két jó dolog mellette. Van még egy Giant Chest is. Hát azt is még felpattintjuk, mert nem a kedvencem. Na hol vagy, Ketchup? Nincs, ja, nincs kemet. Hát akkor ne menjünk. Akkor Bálint, gyere. Te vagy a soron következő. Nincs gemet. Ne szórakozzatok, mert hova költitek el a gemet? Én gemet nem költöm, azért van ilyen több tonna gemem, nem azért, mert megvettem, meg pay to win vagyok, tudom, a kamuduma megint. Azért van ennyi gemem, meg körülbelül nem költöttem a versenyeiteken kívül, semmire nem költöttem, tehát mit tudom én, egy fél éve biztos, hogy gyűjtődik. Na, gyerünk Bálinttal akkor. Csapassuk Bálint. Hát hogy ne mennék, ne viccelj már. Na nézzük. Mindkét kártya jó. Ha esetleg egy jó kombót elláttak így a live-on, akkor már örülök neki, hogyha tudok ebbe segíteni. Amit persze én is csak most találok ki. vagy úgy hozza az élet. Hát megint mind a két kártya jó, legyen vicc. A Butter-em azért elég jó, oké. Hát legyen Poison, azért az könnyebb pozícionálni. A Rakittal meg látjátok, hogy mit lehet művelni mindjárt a legelején, ahogy lepattant a vizáról, vagy hát nem lepattan, nyilván csak poénba hívom így. Szóval mellé ment. Azaz Bálint. Lol. Na jól látom, hogy Bálint szereti az emótokat. Ez kemény. Az a Giant-es, az nagyon adta. Hát nem hiszem el. Ez a furiás goblinnek el kell terelni a figyelmét, mert konkrétan kinyír mindent. Egy maga a kis 2-3 elixir, vagy 3 elixirével. Ha nem bántja semmi, nagyon OP. És ugye itt a vár nem lövi, mint ladderen, vagy tehát rendes CR-be. Itt a vár nem lövi. Azaz mini pekka, menj, mondom, menj már, nagyon jó, szép. Ez nagyon kemény. Ez a princesszesbe is tetszik, ez a pusz is, vagy ez a szívecske is, de hát ez nyilván jobb, ez fiúsabb. Azt talán pont nem jó a Tesla, remek. Nem baj, középen jó lesz. Vagy csináljunk már valamit. 3 muskétás, most nézem. Az nagyon jó. Az jó lesz mindenre. Hoppácska! Mekkora mentés. Még mindig él a furulyás goblin. De a 3 muskétás is él. 1 perc van, még ez rengeteg. Még be kellene vinni egy találatot. Oké, védjük be! Jön a Jai. Attól kell még egy időt tartani szerintem. Azaz, szép! Ne? Hú, de mázli! Júj, de mázli! A vonalon kétszer is, és akkor nem figyeltek, hogy mi se. Lol. Ez már megvan. Ez jó volt. Én csak ilyen klasszikusokat tudok bemutatni, de
Nagyon nagyok ezek az emótok. Király, gyerünk tovább, kettő win. Nem is baj, mert 4-5-ig el kellene jutni, most nézem, hogy 5 volt az előbb. 5 volt? Mindegy, nem tudom mennyi volt. Na, legyen mondjuk Witch. Majdnem levizisztem a Witcher, de inkább az a felesége lehetne. Legyen Barbarian hát. Mind a kettő jó. Azt mondja, hogy nézem közben mi van nekik, hogy a lock kelleni fog-e. Nem kiválasztjuk. Ne, és most? Pont most adja be a... De ez milyen... milyen furcsa. Nem majd. Hát, ha elhasználják a logot más, és akkor mehet a full OP Goblin... mi ez? Dark Goblin. Dart Goblin. Mondja szépen Vélackó, Dart Goblin. Oké, lenne. Dart Goblin. Oké, spawnolunk skeletonokat egy-egy graveyard segítségével. Hoppácska, meglepi! Hú-hú-hú-hú! Micsoda húzás! Lol. Nem tudom, van neki épülete, úgyhogy... na, nekünk van épületünk, hogy kell-e valamire ehhez épület? Ó, kell hát! Bizony kell. Oda, az jó lesz. Aha. Kellene valami. Úgy, és oda vonzottam ezzel a... Szuper! Mekkora terelés! Egyre jobban tetszik ez a játékmód, mert rengeteg ötlet van benne, mert fantázia, hogy mit lehet csinálni. Ez a Dark Prince terelés szerintem elég komoly volt. Bevonzottam a Rage-be a Goblin, vagy mi az... Barbarian barának, és utána meg már lőtte a Inferno Tower. Egy 37, ez még sok. Védekezzünk. Gyerünk, Vizi, segíts nekik! Vizárd! Megint Lightning. Nagyon komoly. Lol. 1-13 és már 2-0. Elég jó nyomjuk bár Printtal. Oké, bekeményítettek a srácok. Kicsit elkapkodtam. Most ugyanez a trükk. Skeletonok. És nem van idő így a Mega Minionre, kicsit tankoltunk időt. Szuper. Jó. Ez így jó, és ott mehet azon az ösvényen a battle-em. Battle-em. Jó, nem, most már nem battle-em. Most már nem szabad vagánykodni, védekezünk. Legrosszabb esetben 2-1 lesz, de nézzük meg itt fönt ezt a kis játékos. Sima 3-0. Jó játékkal 3-0, azt gondolom. Ez szép volt. Ezeket konkrétan lehármaztuk. Nem tudom máshogy mondani. Na hát akkor csak tudok számolni, az előbb 4 volt, jól van. Csapassuk Bálint. Legyen Vizi. Hát jó kérdés. Én nem tudom. Na mindegy. Oké, ezt választottam. Golem vagy balun. Wow. Legyen golem. Balun ellen van elektrovizárjuk. Jó, ide adtam nekik egy levalont. Nem baj, majd megoldjuk valahogy. Remélem. Remélem, kapunk valami épületet. Ez most annyira nem tetszik, hogy levalunjuk van. És ráadásul, hogy jó, van Inferno Towerünk is. Annyi? Meg van... ez itten van nekünk még, ja. Canon? Na jó, csak eszembe jutott.
Dart Goblin mindig választhatok, szerintem eszméletlen jó. És belerakom a lekár érte. Jó, ne pazaroljunk tovább. Én meg sok elixírt raktam le, nagyon jó. Van Canonom. És a muskétás. Megint egy játszik csak. Hogy mi van, hogy ilyen kevés kártyát raknak? Jó, gyerünk. Segítsetek már annak a gólemnek. Valahogy meg kéne nyerni ezt a meccset. Oké, és akkor most gólem. Gólem. Jó, oké. Oké, ez jó, ez egész jól megy, bármint a jól megy. Eddig, még nem is vesztettünk. Talán most se fogunk, bár valami 2 perc. Szép ze. Kérem az Inferno Tower, aha, Infi Tower. Habár. Még majdnem megoldották így is a srácok. Szuper. Állj már meg! Ups! Úgy mondom, ups! Rendesen az embernek rajta volt a vonalon a lába. Jó ég! Egyik vagy feladta, vagy nem tudom. Nagyon kevés a kártya, amit hoznak. Fura. Meg is van. Vagy nem? Nincs meg? De megvan. Ez a... Rocket. 2-0. Na most gondolom, bepussolnak, megpróbálnak. Oké, és oda Inferno Tower, így van. Ez itt maga a tökély. Amikor ott megoldják, az sima liba. Elég jól játszunk, úgy látom. És már kb. Mehet is az ellentámadás. Tisztára, mint Clash Royale. És egy Dart Goblin. Csak ne menjen bele a poisonbe. Ez eddig elég könnyen megy. Szevasz Martin! Ez eddig elég jó hozzuk. Szuper well played volt. Talán még pont, hogy csak kaptunk, hogy a legelén kaptunk egyet, azóta csak nyerünk. Na jó, ne keváljuk el. Nagyon gyorsan visszajöttünk 4-re. Úgyhogy ott folytatjuk, ahol az ellen abba hagytuk. Iszok egy kortyot, aztán mehet is a játék. Na, hát remélem, hogy vannak benne jó kombinációk, amiket tudtok ti is hasznosítani, akit érdekel ez a játék. Azt sem tudom, mi a főnyeremény, de azért játszunk. Jó lenne kivinni persze. Még 50 kell. És eddig elég összhangban vagyunk. Így a kezem megkörözök, nem légy volt, meg nem szúnyog. Mert fáj a munkától, de ez most mindegy. Ez most itt mindegy. Na, Dart Goblin szerintem mindenféleképp választhatok. Hát legyen Rakit, ha más nem egy épület ellen jó lesz. Meglogott a papucson, megvan, jó. Gyorsát kell nézni, milyen kártya jön az ellenfélnek. Hát én most Wizard Party vagyok. Elektromentesen. Na menjen, hadd szóljon. Na nézzük. Longóztunk is. Próbáltam megmenteni a Wizardot. Távol tartom a bombájától. Jó. Ez eddig jó. Eddig jó. Na, tehát már lehet nem tette le Ice Golemet. Gyerünk a bombert az elég messziről lő, elég nagy a range-e. És pont nem ölte meg.
a mortár. A mortár nevű játék, és megint van gólemünk egyébként, meg van healünk, itt nagyon komoly a heal. Ajj, és nem jókor használtam, mert odarakták a szépületet. Gyerünk már srácok! A ghost! Lesz, enne szemszemem. Na most nyerjed meg nekem, kösz. Kösz. Köszi ghost. Ajaj. Ez komoly. Ne! Bánj! Áj, nem jó, ez egy-egy. Ezt most jól benéztük. Nem tudom, kinevetgél ezen, de ezt most benéztük. Ez most nem volt jó. Nem baj, tökély összhangban vagyunk, úgyhogy 4-1 nyertünk zsinórba, úgyhogy nincsen baj. Na, gyerünk. Induljunk meg. Elaggolj. Hú, mekkorát laggolt. Bocs, srácok. Az mi megy ott jobb oldalat? Semmi. Oké. És Ghost! Nem hiszem el, utolsó pillanatban meg. Megmentődött. Na gyere! Kezdjük, ez 2-1-es meccs lesz, úgyhogy... Itt bizony oda kell figyelni. Valamit frissít a gépem, tudja, mert nagyon laggó. Hallod, vakon tettem azt a rakitot, ez komoly, vakon tettem, esküszöm. Gyerünk már, engedd be! Hú. Semmi nem volt mögött, láthatok, amikor a rakitot küldtem. És, fú, mekkora mázli van. Szevasz Ákos! Üdv a streamben. Azt hiszem, van már egy Kovács Ákosunk. De neked még jobban örülünk. Martin is kedvet kapott. Hát most bánjuttam menni végig, tehát úgy szeretném, hogy egy kanyart egy emberre. Egy nevezés, jó, ha nem baj. Azt mondja, hogy 5 win. 6-nál 2000 van. Mert ugye együtt kezdtek, és akkor egyforma lesz a lose számunk is. Itt van Szabin is. Szevasz, Szabin! Na, oké, mi történik itt? Most választunk kártyát. Hello, srácok! Most keltetek, most értetek haza suliból, vagy mi van veletek? Hol voltatok? Focizni voltatok játszótéren? Edzés? Mizu. Nyomatjuk a társadalom nevű mókát, eddig Bálinttal jól nyomjuk, 5-0-ába állunk, úgyhogy ez nem gyenge. Az a skeleton az nagyon ott volt, ja. És még egyszer eljátszotta. Egyszerűen majdnem átment. Tévészte, jól van, helyes. Van egy Szabvin nevű játékosunk valami klánba, azt tudja, hogy a tied mi. Fogadjunk. Remélem legalábbis. Nagyon helyes. Gyanús volt, mert eléggé egyedi a név, és gondoltam, hogy egy ilyen. Bowlerük van, az nem jó hír.
annyira. Na, hát verj már egy minert, hallod? Te vagy a Dark Prince. Vagy mert egy miner gondot okozzon. Ez kemény. Az azért kemény. Jó, Infi Dragonunk is van. Ho-ho-ho-ho! Remélem, akkor miénk a meccs. Ajaj, bal oldalt, semmi nincs, semmi nincs. Semmi nincs. Most már... Tedd már le a bombert, akkor ne tedd le! Megint kapott pont a kezdén, de az előbb is innen nyertünk. És a princess, ma nagyon bénák a rakitjaink. Vagy az előző, nem igazán az előbb mekkora OP volt, de még az mázli volt. Dupla Prince Giant! Na, ez Inferno Traveler, az betesz. Egyedül lekapta. Egyedül lekapta. Iszonyat jó a Dart Goblin, azt választhatok mindenféleképp. Na most mi történt? Hova lett az ellenfél? Hát is későn tettem. Most ez rossz volt, rossz volt, rossz volt, rossz volt. Jó, ugye egy núra vezetnek? De ezt elfelejtettem. Nem baj, vakon is mehet, hadd menjen csak úgy, vakon így van, így van, így van, így van, egy-egy. Mondom, egy-egy. Haló? Csak te nem hallott, hogy egy-egy. Nem hiszem el. Jó, ott! Gyerünk már! Prince! Az megvan, megvan, megvan. Na koncentrálj, mert megvan. 6 másodperccel a vége előtt. Ez az. Ettől izgalmas ez a játék. Na gyerünk. Mint a mi se történt volna. Oké. Okay. Lightning biztos, hogy nem tett kár, nem volt rossz. Oké, okay, addigra a Inferno Tower meg fog halni. Jó, a Witch is. Jó, oké. Okay. Jobb oldalt, jobb oldalt, jobb oldalt, jobb oldalt, jobb oldalt, Dark Prince, csinálj meg valamit. Aja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 j
Oké, okay, sima prinz, sima prinz, sima prinz! LOL! Szava Zsoltikám, köszönöm, Szabin! Az mi volt? Most Bálinta nagyon nyomjuk, srácok. Már mondta Martin is, bocsánat, Martin, meg Ákos is, hogy menjek, de most annyira durván összehangban vagyunk, ebből nagyon kell lenne kilépni. Három win kell még, srácok. Három win kell. Egy nullákról fordítunk. Fú, nagyon durva, nagyon durva, nagyon durva, nagyon durva. Nem tudom, melyiket választom, mind a kettő jó. Kicsit várok még, hogy miket kap Bálint. Próbálok hozzáválasztani. Hú. Sparky. Nesso és Rakit. Aj, nem hiszem el. Mega Knight. Jó. Kell egy távollövész. Oké, okay. Kár, nem nincs nálunk. Ez a Sparky, ez gonosz lesz. És a Zeppet, és miért Zeppet is odaadtam? Na, viszont legyen minimum horda. Hát, az biztos nem a legjobb CR-es, mert milliárd tonna ember van, aki jobb, de nagyon szeretem. Az, ha már jó vagyok a CR-es YouTube-ozásban, az már nekem jó. Na gyerünk, ez most kemény lesz, csak a Sparky-ra kell figyelni. Tehát nem csak arra, de hogy arra nagyon kell figyelni, inkább úgy mondom. Oké, okay, köszönjük, szurkoltok, srácok. Gyerünk már Wizard. Az a baj, hogy még ott van még mindig a... Nem, mintha csak egy ember játszana megint. Ha Mazlink lenne...
Jó, Lightning, ez az. Ez az, ez az. Ez jó, jó, nagyon jó. Már nem is kell. Már nem is kell szóval Lightning. Ne, ez egy free win lesz, mert az egyik játszik csak. Yakatsai és Yakatsai ellen megyünk. Egyik játszik csak az egyik Yakatsai, hiszen a másik mobilra lemerült ugyanaz a srác. Ketten nézik. Á, nem, most érett fel az ember a másik, sajnos. Viszont az ellen a balón! Érjél be balónk a 2-0? Köszönöm! Azaz, na gyerünk! Volt egy ajándék win, vagy egy touchdown, meg egy jó, amit mi csináltunk. Úgyhogy ezt használjuk ki. Gyerünk, Buga, mutasd meg, mit tudsz, nagyon király vagy. Nagyon király ez Buga. Jó, eddig jó. A szép védekező X-ból 2-0-nál. Nem kell, tartsa. Én most már betartalék az elixírt, mert mi vezetünk 2-0-ra. What? Nem, 2-0-ra nyertünk. Ez vinés kész, így van, igazad van, Martin, igazad van. Szerintem itt valami gázott az egyik játékossal. Hát jó, eddig 7-0 vagy mi van? Eddig 7-0. Kettő kell még. 2000 gold. Oh, szevaszka! Pillanat, Bálint. Kinyitjuk ezt a csodát. Nagyon szeretitek. Zsolti kedvence. 2772. Zsolti mindig ebből, hát nem mindig, de sűrű nyit Legendary-t. Nekem még Epic is nehezen megy. Na nézzük, ebbe van Knight. Ott az Epic, jó, nem baj. Majd remélem valaki akar trédelni vele. 10 balun eladó. Igyé, ócsó. Skeleton és a végre pedig nem maradt más, mint Wizard. Katasztrófa. Egyszer, ha lesz egy jó Giant Chest-em életem során, még soha nem volt, csinálok bele egy videót. De legalábbis feltöltöm a Facebookra. Hát én ezt utálom, ezt a ládát, komisten. Nyitottam életemben szerintem eddig ilyen 50 darabot, egyetlen egy se volt jó. Soha! Na, jól van, hát köszi, szupercell. Jó, 15-ből 2, vagy 20-ból 2, tehát az is jó, nekem még egy normális... Én annak örülnék, hogy egy fődekes kombont rakna bele. Na de most csönd maradok. Hát egyre nagyobb a tét, 2 win kell még. Egy ilyen mortár, mert az előbb is azért választottam, mert az nagyobb hatótávolságú. Nem okozott gondot nekünk a Laval Hound, úgyhogy szerintem most se fog. Inkább a balunt választom. Veszed ki onnan a kezedet, barát? Oké, egyből itt van már a Laval Hound. És itt van a... Szuper, úgy nagyon jó választás. Ne, a Wizard, ne, áj, nem jó. Jó! És nem kellett az Eróz. Nagyon jó. Nem kellett az Eróz. Van banditünk, nagyon jó. Oké. Jó. Eddig jó. Támogassuk meg a Giant-et. Nem is azért, hogy ő bevenjen, hanem... na nem már. Az ő segítségével a supportok hátra. Hú, de jól játszanak. Nagyon jól játszanak, az a baj. Ilyet láttatok-e már? Jó, ne abba foglalatoskodjunk. Exe! De kár érte, én már elhittem, hogy ők is elhitték.
Látszik rendesen az Ádám csutkája, ahogy ordít, meg ő hullak. Mi ez már? Mi ez már? Full izgalmas. Egész jó az a játék. Egy nup. Egy 0 és 1-13 van még. Az ott jó. Nagyon kellene valami Canon kártra. Ne! Ajj, de ne így kapjunk már ki! Ne így! Ne így! Jó, semmi baj. Megvan az összhang, nagyon durván összhangban vagyunk szerintem. Tök jól játszunk. Ketten együtt. Ahogy náluk is, az ellenfélnél is, ezt teszem hozzá. Executioner, menj már! Áj, nem hiszem el. Hudamázli! Gyerünk! Azzal a tornádóval nagyon szépen játszottak egyébként, tehát ezt dicsérik el őket, nagyon szép van. Oké, megint. Oké. Ott a witch, nincs már ott a witch. Nekünk viszont van witchünk. Oké, teszem a következő mortát, mert ez nagyon kell. Eróz. Gyerünk, witch, megvan! 8! Mi ez? Hol tartunk? Bálint, mibe vagy? Bálint! Őrület, srácok, őrület! Jó, mennek a szóviccek, látom, Martin. Oké. Okay. Na, oké. Okay. Egy win kell. Egyetlen egy win. Nem tudom, mit kaptunk, valami hülyeséget. Egy win kell. 7. 8-0. Gyerünk. Oké, okay, fireball. Ice wizardjuk van. Jó. Várj, megint battle-re. Nem, mert van golem cserébe. Nyilván próbál egyensúlyba helyezni a játék a jó kártyákat. Hát a witchben még nem csalódtam, gyerünk. Ó, és a két másik kedvenc support hátulra. Gyerünk. Dark Goblin, csak a Dark Goblin. Legnagyobb kártya ebben a játékban. Ákos, kell még egy. De szerencsére jól állunk, mert... Kell még... Nagyon jó. Ez az. Bomb Tower. Jó. Oké, ez megvan. Az a rész megvan ott, oké. Nem hiszem, mert nincsen zapping. A bomberke meg lemarad. Bomber, dob már egyet, hallod? Dolgozni kéne. Kösz. Még amíg a golemájtok megvannak. Az jó lett van az a lightning, nagyon. Nem baj. Majd lesz ez jobb is. Most egy olyan live lesz, hogy itt csöndbe vagyok. Köszönöm a szurkolás, srácok, ez tök jó ott közben nézni.
Oké, arra semmi nincsen konkrétan. Kéne valaki... Jó, lightning, lightning, menjen, 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 menjen. Tett, 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 illetve nincs elég szíve. Ne! Semmi baj, fordítottunk már többször is. Az jó lesz. Menjen a gólem, 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 gólem. Na gyerünk, toljuk meg jobb oldalt. Gyerünk, balón, menj, 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 menj már, Darth Goblin. Jó, oké. Okay. Aha. High Spirit! Áj, nem hiszem el. Azt a mindenit nem sikerült. Érik az első vereség, de nem baj. Van még lehetőségünk. Á, ezek jók most nagyon. Oké, ezt legalább kivédtük. Ezt legalább kivédtük, 14 másodperc van. Most valami nagyon gyors kártya kéne. Ami nincs. Na jó, nem baj, megvan az első vereség, de... Belefér. Szevasz, Pepte. Na jó van, semmi baj nincsen, van még két lehetőségünk. Háromból kell egyet behúzni. Ha megvan az első lose, durva lett volna veretlenül kivinni. Dehogy is Bálint, mi az, hogy bocsi, hát ketten csináljuk, ez a mi csapatunk érdeme. 8-0, most 8-1. Igen, nyomassuk. Semmi bocsánat, ezt én is mondhatnám. Dehogy is, ezt mind a ketten csináljuk. Nem a te hibád, nem az én hibám. De most ez így jött ki. Na, nyomassuk, 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 nyomassuk. Oké, kell a ló. Mindegy, hogy melyiket. Hát nem mindegy. Akkor legyen Eroz, mert az legalább légit is sebez. Mind a kettő jó princesz ellen. Jó, hát mindenféleképp battle-rem, ez nem kérdés. Nagyon OP. És hát szerintem ide gyors kártyák kellenek, úgyhogy nem nightwitch-ezünk most. Bár a Giant Nightwitch az lehet, hogy nekik jó lesz mögöttük execution erre. Hát meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk. Szurkoljatok, már csak egy kell, egy kell, egy kell, egy kell, egy kell. Van legalább Inferno Towerünk, ennek örülök, úgyhogy ezt már pattintom is le. Ez lehet, hogy így sok lesz. Jaha. Túltoltuk, túltoltuk, túltoltuk. Ha majd belassítja, és a becek szétszedik. Bec, 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 bec. Azt a mindenit nem csináltok jól, de megúsztuk. Jó, nyilván minél előrébb vagyunk, annál jobb ellenfeleket kapunk. Hát ők is ugyanígy tartanak. Nekik is már csak egy win kell. Nem kapunk olyat, aki most kezdte. Electrify. Muskétes, vedd már észre, hogy ott egy jó barát. Jó, oké. Okay. Na, repülj már, hát mindent leszed. Muskétás, segíts be! Muski! Muski! Gyerünk, gyerünk, spawn, 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 megvan! Jó, mondom, megvan! Ha azt mondtam, megvan, akkor megvan. Menj már be! Kösz! Te jó ég! De izgalmas! Sose gondoltam volna régebben erre a játékra, hogy ez izgalmas. Nem is tetszett még egy fél éve, három éve. Oké, okay, akkor most csak infita... Ne, előbb se jött volt jó. Ne, 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 ne. Így, mindegy, jó. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ez így jó, ez így jó. Ez így tökéletes. Ez így jó. Nem tudom, mondtam már, hogy ez így jó. Oké. Okay. Itt kell védekezni, hátraindítom a battle-remet, hogy közelebb jöjjön a hatótávolságába a vízi. És az, mi az? X-ból lövi. X-ból lövi. Jó. Hú, én meg már ott fönt tekingetek, és majdnem megszívtuk. Szép volt, Bálint. Egy perc. Ú, tökéletes. Egyszerűen tényleg, ez a, ide nagyon kell az összhang.
36 másodperc. Na, meg lesz, srácok! Igaz, hogy nem veretlenül, de meg lesz. Hát jól van, örülök, hogy legalább végre kiviszek már én is egy challenge-et. Paf. Azt hiszem feladták. Azt hiszem feladták, és megvan, srácok, megvan. Köszi, Bálint. És ott van. Ez az. Ez az Channel GS, hogy azt mondja, hogy ő veszített. Bravo, Bálint. Az az egy hibán múlott az a lose, de majdnem veretlenül vittük ki. Ezt már szeretem. Ne hülyéskedj már, hát ne bóckodj már. Hát ez GG volt. Ez igen, Bálint. Király vagy. Király vagy. Fú, de jön az 25k. Úgy játszottam, nem is tudtam, mi a főnyeremény, csak előbb Ákos azt hiszem írta. Úgyhogy ez megvan. Ez bizony megvan. Ez jó jött szemben mind a kettőnek. Megnyertek a BL-t. Hát, Zsolti, van egy rossz hírem, arra azért még felnőtt korodig várni kell. Vagy szerintem, na jó, mindegy, hagyjuk. Fociról nem. Fociról, politikára, meg vallásról nem. Na nézzük már, mi van ebbe a kis ládába. Hát gyönyörűen néz ki, nagyon tetszik. Főleg így, hogy live-ba. Lightning chest. Kinyithatom, aha. Nem tudom, hogy neked megvan-e már, Karin. Mint a régről lehet, hogy meg lenne, nem tudom, nem biztos. Szóval, mit akartam mondani, hogy nézzük, mi van ebbe a ládába. 25k gold, meg még mellé még egy plusz. Pedig már elmondtam, jól van. Na, a focit hagyjuk, ja. Hajrá, Paris Saint-Germain. Figyelj, hogyha nem a BL-be vagyunk egymás ellen, Zsoltikám, akkor hajrá, Paris Saint-Germain. Én nekem nincsen semmi bajom a csapattal, úgyhogy bajnokságon mindenre csapassátok. Mi is így teszünk Spanyolországban. Na, mi bújt ide bele? Giant Snowball. Hát, de örülök. Köszönöm szépen, Bálint, még egyszer. Ez egy élmény volt, baromi jó volt. Így live-ban mindenféleképp. Tesla. High Spirit, Battle Ram. Azt hiszem, hogy 10 gemet megért ez a 25k gold. Oké, küldet, és akkor kinyitjuk. Na, megoldjuk. Megpróbálunk belépni, remélem, hogy egyből beadja. Nem mindig szokott sikerülni. Tök jó. Ez abszolút egy sikerélmény most ebben a live-ban. 10 gemért ez. Azért ez azért így a kincstárba azért dobott egy kis vasat. Egy kis nehéz, hogy nemes fémet. Király. Bár most, ja, és tényleg már fel van fejlesztve a Witch. Hújha, akkor viszont nem sokára meg lesz az Zepp. Akár ennek is köszönhető. Tényleg, mert cseréltünk Ákossal Witch-et, az most fölment 10-re, és azon kívül van még 80k. Tök jó, mert csak 20 000 kell. Na, szuper. Ez az. Kérdezik egy csak, hogy mi az egy kártya nincs meg nekem. Hát ez a GG kártya nincs meg. Egy darab GG-m nincs meg. Babám meg minden van már, vagy akármim is. Ezt a jó képit még nem dobtuk a ládából. Goblin Giant. Szevasz, Drex, most vittük ki a challenge-et. Ennek örülök éppen. Jaj, a Gergő átjött hozzánk. Martin itt van nálunk. És elmehetek a kiskaréja meg majd átmegy oda. Na, úgyhogy Ketchupnak válaszolván a Goblin Giant nincsen meg. És sikerült kivinni egy lúzzal a Touchdown Challenge-et. Na, azt mondja, hogy Bálint írt privát, úgyhogy ezt mindjárt megnézzük. És hogyha sikerül belépni, akkor nyitunk egy Lightning Chest-et. De mindjárt megnézem, hogy nem esetleg régről megvan Bálintnak a karéja. Nem biztos, vagy illetve lehet, hogy azóta változott a jelszó. Én nem emlékszem már, hogy mi van. Nem hiszem, hogy jártam volna még nála. Annyian vagytok már itt nálam, hogy gyorsan megnézem. Vannak régiek, már ki kellene őket törölni. Aha, nincs. Jó, oké. Akkor mindjárt belemegyek a privátba. És Martinnak mondanám tényleg, hogy igazából ez lenne a lényege. Hogy minden jó játékos az összes Lavahand klánból a legjobbak itt legyenek a Kingbe.
Mert hogyha ez nem motivál a srácok, akkor semmi. Mindjárt megmutatom a Kinget. Most Martin lehet, hogy nem látta az előbb. Újra. Eszméletlen jól állunk, és megyünk előre. Tehát cél a 40K, az mindenféleképp. Jó, mi csak 37 van, de 3 CH2-es van. És eszméletlen sok CH1-es. Tehát tényleg, tehát a 14. is CH1-es, és Brunnak csak egy vinkel, úgyhogy már volt CH1-es, úgyhogy menni fog fölfele, biztos vagyok benne. Akár 15-en is rendelkezhetünk kitűzővel, úgyhogy legalábbis én így hívom, kardokkal. Úgyhogy nagyon büszke vagyok a Klárra. Annak is örültem, amikor régen volt 2 CH1-es mondjuk, vagy 1 CH2-es és 3 CH1-es. Ezt már régeség túlszárnyaltuk. 3 CH2 és 12, azaz mindjárt 13 CH1-es. Úgyhogy várnék mindenkit a többi Lavahound Clubot tényleg, aki hát legalább 3000 fölött van. Most 3004 a kupaszám, úgyhogy jelen pillanatban 3400 a sokat. 3400 plusz a sokat. Na, nézzük meg akkor. Dave Polsky feliratkozott, köszönöm szépen. Thank you, Dave Polsky, bár nem vagy már itt. Szerintem, mert lehet, hogy igen. Nézzük, hogy mit írt Bálint, akkor mindjárt megpróbálok belépni a karrierre. Azt mondja, hogy privát, messenger, üzenet. Jó. Na, lekapjuk a képet, nem menjetek sehova, vagy ha sikerül belépni, akkor nyitunk egy lightning chestet, azt szeretem. És közben tud engem navigálni akkor Bálint, hogyha sikerül belépni. Mi ez? Mi kell nekem? Szünetes kép. Én meg közben ügyködök itt a háttérbe a belépéssel. Jó, na. Azt mondja, hogy szerintem menni fog. Persze, hogy nem mutatom a kódot egyértelmű. Úgy szoktam, tudod. Egyértelmű, hát ez nyilván magánügye mindenkinek, és akár emiatt is adjátok ide szívesen a karit, mert azt hiszem, hogy rám lehet bízni, nem volt még panasz vélackóra. Jó. Bár én majd mondani fogom, hogy milyen számot nyomja meg majd gyorsban, reméljük, hogy nem két lépcsős a bejelentkezés, csak egy. Most kiléptem a chatből, úgyhogy nem látom, amit írtok. Egyenlőre belépek, és akkor azonnal mondom a kódot, amint kidobja. No. Azért gyorsan visszamegyek a live-ba, elméletileg nem látjátok, amit nem kéne, hogy lássatok, tehát biztos, hogy nem. Jó, szünetes kép van. Aha, szünetes kép van, király, jó. Akkor gyerünk vissza. Na, e-mail cím. Múltkor Danitól kaptunk egy leganyítást, most Lightning Chest lesz. És utána nagyjából 3 óránál tartunk, úgyhogy utána nyitok nektek egy az én kedvencemet, Super Magical Chestet. Na, írom a kódot, úgyhogy gyorsba. De egyébként hülyeségben innen most már nem látjátok a kódot, úgyhogy visszarakom a képet, bár ugye van egy kis csúszás. Jó. És akkor látni fogjuk a számot, de lehet, hogy a hang hamarabb odaér. What? Akkor vissza, nem volt jó. Bekapcsolva? Nem maradt bekapcsolva a caps lock. Na várjátok akkor vissza a jelszóhoz. Lehet, hogy nem jó a jelszó? Na még egyszer. Azt mondja, hogy lassan írom. Jó, és akkor ez meg ez a végén az egyforma. Oké. Na megverjük először, hogy jó-e. Bálint, nem jó a jelszó. Nem jó a jelszó, nem fogadja el. Pedig az e-mailt ugye felismert, az jó. Aha. Úgyhogy nem jó a jelszó. Mi legyen? Teszem fel a kérdést, mi legyen. Mert gyorsan átlépek a live-ba. Zsolti megtalálta a karriát a listába. Igen, itt van. Legendary Knight Chess. Persze, azt is szívesen kinyitom. Dominik kérdezi, hogy a klánomban hány kupától lehet bejönni. Hát a fő klánomban 3400-tól a Lavahound Kingbe, de vannak kisebbek is. Mennyi a kupa száma, Dominik? Örülnék, hogyha ha már feliratkozom vagy, akkor klántag is lennél. És közben Bálintot kérdezem, hogy mi van. Nem jó a jelszó. Legfeljebb, ha úgy van, akkor kinyitjuk, akkor holnap.
Az igen, űrhajó. Oké, írta a privibe. Gyerünk vissza. Megoldjuk. Ettől szép a live. De megpróbáljuk a másodikat, amit küldtél. Hát, hava beenged. Tehát élőben lesz kilövés, ez nagyon állat. Oké, ez jó lesz, ez jó lesz, ez jó lesz. Mutatom a képet. Ez jó lesz. És akkor már csak a számot kell megnyomni, hogy elfogad. Ez jó. Közben visszajövök a chatbe. Jó. És utána elolvasom, mit írtad, hogy csak muszáj vagyok most ezt nyomni. Arina 10-es a kis karid? Akkor... akkor gyere, gyere a Lavaham Kingbe. Akkor gyere be, mindjárt lejjebb viszem a kupaszámot. Az már jó, Arina 10 az már jó. Keresse addig a Lavaham Kingre, majd mindjárt 3004-ről lejjebb viszem. Mennyi akkor a nagy karid, Dominik? 100 000? Na nézzük, beengedne. Még egyelőre nem kért semmi jelszót, meg semmit, kódot. Jelszót már kért, hogy az e-mail címhez. Úgyhogy akkor egy picit türelem, akkor belépünk, ha sikerül Bálint karrier. És a Lightning chestezünk. Nem is kérjük a biztonsági nyavaját. Tök jó. Oké, itt ez még nem az. Ez még nem az. Dobd be, léci. Így van, beírjuk, hogy konfirm, és elméletileg már kész is. Akkor most ez nem kért jel, ilyen kódot. Jártam már ugye pár tudatok karakterén, valamikor kódokat kér. Levetted, aha, jól van. 4630, lol, hú, hát akkor Dominik, akkor pláne várom szeretettel a Kingbe. Hiszen 4630-as tudás jön be Arena 10-be, és akkor nyilván a kiskörül is menni fog még följebb. Élő legenda. Hát, ja. Na, hol ez a Lightning Chest questben van, vagy hol van ez? Hol kell ezt kell hasni? Quest, megvan a quest. Ott a Lightning. Na, akkor... akkor Bálint fog irányítani, jó? Lassan fogom nyitni, és ő mondja, hogy mi legyen. Viszont mi megnézni fogjuk. Tehát olyan, mint ő nyitná. Arena 12-es, wow. Szuper. Na, gyere Bálint, mit vagy? Oké, na nézzük, van benne 630 gold. Lesz egy alapkártyakészlet, és akkor ezekre fogunk rá sztrájkolni. Oké, Goblin Gang, kicsit laggol most, Zepiz, valamit frissít. Ó, és ugye Epic. Én válaszok. Aj, de nem tudom a deckedet. Hát így, nem néztük meg a deckedet. Én válaszok szívesen. Csak nem tudom a deckedet. Engem nem látsz. Hogyha itt vagyok. Ha-ho. Hova lettem? Miért nem látsz? Oké, na nézzük, akkor én választok magamtól. Mi van az internettel? Mi van az internettel? Mindjárt leviszem, igen, nyugodtan. Igen. Gólemes. Gólemes a decked. Jó. Hát én mindig azt mondom, hogy a Lightning Chestet én szerintem Epic-től kell kezdeni. Szerintem érdemes Epic-től kezdeni, hát ha belenyúlunk az elején. Ha nem, én rá szoktam lőni egyébként mindegyiket az Epic-re, ha úgy van. Hát ha bedobja mondjuk ezt a gólemet. Na nézzük. Ha nem baj, akkor én így csinálnám. Hát nem hiszem, hogy Hunter-t beleraksz, bár mondjuk el tudnám képzelni. Jó, van, csak frissíteni kellett, Martin, oké. Úgyhogy Goblin Gang-et ezt meghagyom, az biztos, hogy el tudod donételni, ezt mindenki szereti. Egyedül ebben a kettő van kérdés, én még lőnék az Epicre. Ó, ho. Nem tudom, hogy van-e benne Witcher. Nagyon jó szerintem a gólemes deckbe. Lehet, hogy várj, menjen megvállak Bálint. Én most ezt így hagynám és rámennék a Rare-re. Nem tudom, hogy használod-e. Nem tudom, hogy benne van a deckbe. Marad a Witcher, ugye? Szerintem is. Hajrá, Rare, gyerünk. Oké, muskétásod is elég jól áll, de... hát szerintem akkor ezt nyomjuk meg. Szevasz, Gamer Pisti. Szevasz, üdvözlöm témet. Szerintem én még lőnék egyet akkor a Rare-re, ha te sem mondasz mást. Tombstone, hát ez inkább Lavaloon, és akkor szerintem a maradék akkor azt rálőjük akkor a Rare-re. És a Goblin Gang szerintem nagyon jó, a Witch nagyon jó.
Úgyhogy hadd menjen. Menjen a rér. Aha, menjen a rér, így van. Akkor utolsó lövés a rér, és azt hiszem, hogy elég korrekt lesz ez így Lightning Chess-be. Főleg, amíg betalál, nem tudom, nekem meg a minimum van. Esetleg hát, ha azt ad neked is. Bomb Tower, jó van, ez mondjuk ez leves, jó, ez óriás kuka, ezt senki nem használja, de szerintem ez egy jó Lightning Chess volt. Jaj, úgyhogy köszönöm, hogy kinyithatta. Ez jó volt. És Magical Chess. Na, azt mondjuk annyira... Ezt meg a Giant Chess-et nem igazán szeretem. És van még Silver Chest is. Oké, és oké. Arra még ráperkelünk. Bálinnak is CH1-es a karrier, most éppen 4061-en áll. Megnézzük azt a gólemes decket? Én, mint gólemes? Szeretném, ha lehet. Pistikém, köszönöm szépen. Ma nem beszéltünk, úgyhogy remélem, hogy holnap nagy játszásba fog torkolni a délelőtt. De minden rendben van Lacos fiammal. Na, oké, Silver Chest az egy általános Silver Chest volt. Aha. Szuper, hát ugye ők mindenfelé kellenek egymás mellé, tehát Nightwish Golem, szóval anélkül ne akarjunk semmit. Hát itt ez az eszméletlen kártya, és már 10-es szinten azért ez tényleg brutális. És Infi Dragon van mellé. Területi sebző nincsen benne, hát ebbe segít nyilván a három spell. Tehát a három spell az segít benne. Én az Eros helyére beraknám a Witch-et. És van ugye védekező épület mellé a Tesla. Ez az én verzióm lenne. Bár mondjuk az ennyi... Ja igen, ha én játszanék, akkor én ide beraknám a Collector-t. Ugye ismertek, hogy szeretem nagyon a Collector-t, és ide a Witch-et. És szerintem tökéletes deck lenne így is. De így is jó nagyon. 4,1-es. Talán ezért nincs benne nyilván Collector. Gyorsabb, mint az enyém. Egyem 4,4-es. Próbáld ki Bálint. Aha, Collector és Witch. Vagy legalább a Witch-et. És akkor, hát jó, mondjuk akkor viszont már felmegy 4,3-ra. Hát ha bemegy a Witch, akkor szerintem viszont kell a Collector. Oké, és na, hát ez király volt, köszönöm szépen. Bálintnak a karrián nyitottunk, akivel az előbb kivittük 9-1-re a challenge-et. Na, menjünk a legkisebbre, és nyitok nektek, 10 óra van egy szuper kis Super Magical Chest-et. Igen, várjatok, először beengedjük Dominiket, el ne felejtsem, csak azért. Aztán itt van Zsolti, aki szeretné, ha bemennénk a karjába. Mit csináljunk a karidon, Zsolti? Illetve melyik karidon? A kicsin? Melyikre szeretnéd, hogy bemenjek? Jó éjszakát, Visti! Szevasz! Várlak legközelebb is. Szevasz, Martin! Cső! Oké, na azt mondja, hogy jön Dominik. Nagyon ülök neki. Azért az nem gyenge, 4600-as personal best és kiskari, amit tudjuk, hogy mit jelent. Oké. Na Dominik, akkor várunk szeretettel. Remélem, hogy hosszú távra össz. Örülnék neki. Mert mi hosszú távra építünk a Kinggel abszolút. Abszolút hosszú távra építünk. 38-an vagyunk, és már 37 ezer. Ez nagyjából ez a rekordunk, de azt gondolom, hogy ez a hétvégén meg fog dőlni. 1159 a lila kupánk most már. Úgyhogy ha az lenne való vezetve a statisztikán, akkor abszolút felfele megyünk, abszolút ez egyértelmű. Na, beengedjük Dominiket, és utána átmegyünk a kicsire. Nyitok nektek szuper kártyákat. Hát Dominik, hogyha maradsz, nem tudom, milyen klánba vagy most a nagykarival. Ahogy gondolod. Ha szeretnél maradni, és szeretnél itt lenni, Lava Hunt Kingbe, akkor gyere nyugodtan, persze, én lennék a legboldogabb, hogyha a nagykarit is hoznád. Nyilván akkor mind a kettővel így aktív, ennyi. Én rád bízom. Én várom ide a nagyon jó játékosokat. Mert ránk fér nyilván, nem azért, mert nagyon bének lennénk, hanem amikor ennyi jó játékos van, és ennyi online játékos van egyszerre, és egyvégyezünk, például Tibi állandóan egyvégyezik, vagy a többiek is, Ákos is, meg a többiek is, Kalius Triket, például Loli, akkor az csak a saját fejlődésünket szolgálja, úgyhogy én örülnék neki, így van. Bálint is jöhetne nyugodtan, csak akkor az a baj, hogy egyszer már bejött, aztán annyi feltétve van, hogy ne káromkodjatok, srácok, ne káromkodjatok.
Neked nyilván legyetek aktívak. Aztán Bálint nem bírt magával, pont mondott két-három keresetlen szót, ezt kirakták gyorsba szegényt. Pedig örültem volna, ha Bálint felé is itt van, de hát jól van, mindegy. Előfordul az ilyen. Úgyhogy Dominik, akkor várlak szeretettel. Akár mindkét karakterre. Próbálunk hozni egy színvonalat, ugye azért is van ez, hogy azért ez a minimális kérés, hogy ne káromkodjatok. Többek között most a film elment segíteni egy jó barátjának a klánjába, aztán jön majd vissza. Például a film is itt van ebbe a klánba, most per pillanat nem, de úgy mindig, amúgy, értitek? És hát most nem akarom, hogy arra kelljen föl reggel, hogy azt olvasgassa, hogy ki milyen csúnya szavakat tanult meg akárhol. Meg hát nem azért, de hozzunk már egy színvonalat. Nem, hogyha a csatornám is erről szól, akkor legalább a klánba is. Ezt ennyi elvárás van. Oké. Szevasz, Domi. Jó, nagyon jó neved. Király, legenda. Ez igen, ez baromi jó ez a név. Hadd erősödjen ez a kis klánocska. Az igen, Bálint még challenge közben is néz a live-ot. Fú, nagyon jók voltunk. Most nem azért nem illik magunkat. Nem illik magunkat dicsérni, de nagyon jók voltunk, Bálint. Egy pici megingás volt, az egy lose-ba került. Hirtelen meglepődtem, 8-0-nál azért csúnya lett volna ott kiesni. De hogy is szó nem volt erről. Szerintem legalábbis, hogy a többieknek is tetszett. Oké, erősödünk. Na nézzük Dominiknek a kis karriert. Azt mondja, hogy view profile. Jelen pillanatban 3052 van, 3269 is volt már. És úgy, hogy nagyon kevés kártyát kapott még meg, tehát szerintem elég jó halad. Így van, 8-as levellel Arena 10-es, nekem is ilyen a kiskarim. Az már jónak számít, és hát lavalónazik, úgyhogy azért avval lehet is szépen haladni. Egyelőre még csak 1-es lavahangja van, úgyhogy le a kalappa. Szépen halad. Nem tudom, hogy a nagykari az milyen. Szerintem ez a megoldás. Tényleg én is mindig ezt mondom nektek, hogy... Aha. Jaj, benne vagyok, Bálint. Persze. Én is mindig ezt mondom, hogy egy karakteren egy deckünk legyen, és azt már fejlesztjük legalább 2005 óta. És bizony az unalmas, tehát be kell valami unalmas, én is tudnék mindig gólemezni. És ezért jó, hogyha van mondjuk egy kis karakter, legalább egy. És azon megválasztunk egy teljesen másfajta deck stílus, mint hogy nekem is Spark is van már, harmadik van pedig ugye Lavalun, negyedik meg egy abszolút random, ilyen saját ötlet. És akkor amelyikkel van kedvem, ahol játszok. Viszont mégis azt az egy decket fejlesztem azon egy darab karin, és eszméletlen sikereket lehet elérni, hogyha minden nap háromszor belépünk. Akár pay to win-eket is le tudunk előzni azzal, hogy szorgosak vagyunk. És persze nem árt, hogyha jó klánban vagyunk, ez egyértelmű. Oksa. Megvárjuk még egy nagy karit, aztán megyünk nyitni. Úgyhogy visszaviszem 3004-re, mert azért azt hiszem, hogy már 37 000-en vagyunk. Jó, az megvan. Azért az ilyen klánhoz azért passzol a 3400. Dominik kibelép, és aztán utána jön a... De jó, nem sokára meg lesz akkor a maxos zep. Semmi nincs most a közelben. Hát még a 12-es kollektor, de viszont ez meg ráér, mert ott csak ugye HP-t fog növekedni. Jó régóta már csak a HP-ja növekszik a kollektornak, már semmi tudásban nem nő. Jó pár szint óta. Úgyhogy szerintem meg lesz a 100 000, és akkor meg lesz életem első maxos kártyája. Méghozzá az zep. És akkor mi Zsolti karriába is belépünk SMC után, így van. Van ott még egy Giant Chest, és nyissuk ki, hova őrizgessem, ja. Nyissuk ki. Még mennem kell egy laddert egyébként azon a karin. Egy darab zeppet el kell pattintani. Azt hiszem, hogy menni fog. Na, nézzük, megérkezette. Hát Dominik, te már ebből a karakterrel egyszer neveztél egy versenyre. Csak aztán valami közbejött és nem indultál. Na hát üdv a klánba. A jutúrós karakterrel, 4419, úgyhogy most jelen pillanatban már 4 darab CH2-esünk van. Wow. És mindjárt 400 pontot erősödtünk is. Ő lett most a legelső. 5 ponttal veri most Ákost. Viszont Ákos CH3-as, úgyhogy nem aggódom. Na, hát srácok, ez igen. 4 CH2, 11 CH1, és még ott a grundot is beleszámítom, mert tudom, hogy oda fog csapni az asztalra. Azaz Lénárdot. Oksa, gondolom nem tudsz már változtatni rajta.
Hát ugye ő is egy youtuber, a youtúró. Na úgyhogy Dominiket én már láttam az egyik versenyünkön nevezni. Csak akkor mi nem indult, most már egy klántagként azt gondolom, hogy fog tudni majd sokat játszani. Na hajrá, hajrá, Lava Hunt King, királyság van, úgyhogy gyerünk át a legkisebbre, a Kristóposra. És Zsolti, mit fog csinálni a karakteredem? Megint elfelejtettem. Meg melyikre? Melyikre megyek én rá? Azt mondja, hogy... Itt van Zsolti. Aha, igen, csak egyszer lehet ugye nevet cserélni. Hát jó, nem baj. Semmi gond nincs ebben. Ott van nálam Zsomac YouTube is. Tehát hasonló névvel. Oksa. De ez melyik karakter? A nagy vagy a kicsi? Én közben akkor belépek a Kristófosra, hogy ne húzzuk az időt. Nyissuk ki ezeket a jó kis lábaimat. Ez a nagy karaktered lesz, én azzal nem fogok játszani már, bocsánat, ezt nem akarom neked elrontani. Zsolti nagyon pengén hogriderezik. És CH1-ben egy kis elektrizárdos hogrideres deckje van. És én messze nem konyítok ugye a hogriderez, sőt soha nem is konyítottam, ezt megmondom őszintén. Úgyhogy nem akarnám neki elrontani. Na itt aztán van egy kis gyűjtemény, srácok, én ezt kinyitom nektek mindet. Ja, hogy két hét abba hagytad. Wow. Na, mindjárt akkor belépünk, azt meglátjuk. Vagy esetleg megyek másik deckkel. Ha van valami. Épkézláb. Oké, na, azt mondja, hogy nyissunk ládákat. Van nekünk egy silver chestünk. Oké, mennem fel egy battle-t, és akkor meg lesz a Super Magical. Na nézzük, Denis ellen megyünk Malajziából játszik, ha minden igaz, legalábbis a klánjának a neve azt, hogy Malajzia. Teszünk neki 9-es, most nem a 10-esek jönnek, mint ott a múltkori live-ban. Most egyenlőre egy 9-es kaptunk, gólemes. Lol. De csak 3-as, ha minden igaz. Oké, nőket itt elhelyezem, és aztán hát védekezek, hogy bírok. A vízre majd ghostot teszek, az biztos. Azt mondja, egy zep. Sőt, akkor nem is. Toljuk meg a hármazást. A zep megvolt. Gyerünk már! Meg lesz. Hát ez nehéz volt, ja nem? Igen. A Bálint ugyanígy, én úgy játszottam, hogy azt sem tudtam, mi a főnyeremény. Ákos egyszer írta, hogy 25k gold, de ez így utólag ugrott be, hogy azt nekem írta. 25.000 goldot nyertünk, Bálint. Én úgy örülök neki, ennek segítségével simán meg lesz a már csak 20.000-től a max össze. Aha, menjen még vissza, menjünk egy kicsit, meg játszunk utána, majd elköszönök, mert azért már elfáradtam ugye. Egy heti munka meg a 3 óra live után, de még egy kicsit még bírom, úgyhogy még nyomatjuk, srácok. Nyomunk meg friendly battle-t, így van. Úgyhogy remélem, hogy Dominik akkor, ha majd persze nem előre, nem kell ígérni semmit, hogyha megtetszik a Lava Hunt King, akkor maradsz nálunk, és akkor hosszú távon gondolkodsz. Nagyon fejlődőképes a klánunk, úgyhogy szerintem érdemes. Na, hát a srác egy kicsit ezt benézte, maradjunk annyiba. Kicsit túltolta az agressziót, és akkor én így lehármaztam. Igen, nagyon kedvencem a hogozás. Na, most szálltam. Srácok, akkor itt most lesz egy ilyen kis live nyitogatás. Méghozzá 5 durva láda, nem igaz, ebből csak 2 jó. A felső 2. De az alsó 3 gagyit is kinyitjuk. Na, kezdjük azokkal. Van egy kicsi kis goldunk. Sikítani fogok, hogyha fődekkes nyitok. Elég ritka, sajnos. Heal! Ó, Goblin Gang, na az legalább értelmes. Eddig az első érte, meg a malacok. Malacokat ezt nagyon könnyű donétálni, sok ember játszik vele. Ez mi a sárga? Volt egy kis trade. Jó, lényegtelen. Na, oké.
Ó, kezdjük a Giant Chest-tel. No, a klántársak. Az igen. Klántársak. Voltatok. Jól van, srácok. Még lehettek kár. Megint nálunk. Na, ebből viszont egész jó kis gold van. Arena 10. Jó, ettől nem szerettem meg a Giant Chest-et. Ettől még nem lett a bal hátom. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Goblin Gang megint. Ez jó, ez jó. Skeleton Barrel, hát avval szerintem senki nem játszik. Nagyon. Nem sok mindenki, inkább úgy mondanám. És a végén pedig... Jaj. Hát szerintem látjátok, hogy miért nem kedvencem ez a láda. Na, mostanában ez sokkal nagyobb kedvencem, Crown Chest. Mostanában ez nagyon durva. 3188 vagyok közben, csak úgy mondom. Ezt csak úgy mondom. Oké, okay, 862 gól. Na gyere, 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 gyere. 4 gem. Kevés kártya maradt. Royal Giant, kösz, marad egyes levelem. 10 Knight, hát legalább epic legyen már benne, epic. Epiken van egy pár a deckben azért. Mortar. És... Hát még sajnálta tőlem még az epiket is, az király. Szeretem, szeretem a Crunch Chest-et amúgy. Oké. Okay. Na jó, van, nem ezért jöttünk, srácok, itt bóckodjunk ilyen gagyibnál gagyib ládákkal. Van Giant a shopba, és pont 10 darab, és nem is szóltok. Ho-ho, szevasz. Ez az... bevásároltam. Na, hát ez így mennyivel masszívabb. 10-es Jai. Jó. Hát jó, elveszettem a 8-as levelemet. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz. Mindegy. Szerettem volna 8-as levelőként 11-es arénás lenni, de nem baj, nem baj, nem baj. Megpróbálok 9-es levelőként 12-es lenni. Láttam, hogy meglátjuk, sikerül-e. Na, nem baj, jó az a deck nagyon. Eléggé most már erősödik. Eléggé erősödik. Na, jól van, ne húzzuk tovább. Vegyük át az egy epiket. Hó, epic kártya. Hát az, az viszont lehetne mondjuk egy balon vagy vics. Nem pont, nem pont, nem pont, nem pont. Na, jól van, nem ezért jöttünk. És most jön a kedvencem, a számolgatós rész. Ezt másodjára játsszál velem, vagy harmadjára, viszont most ráadásul legalább live-ba. Ezt múltkor eljátszottam velem úgy, hogy... hogy privátban ki akartam x-elni, gyűjtöttem nektek egy Super Magical Chest-et, és privátban be akartam zárni, hogy majd kinyitom nektek live-ba, ki volt már gyűlve, és az x helyett bevett ugyanígy, 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 csak akkor ugye elment levesbe, és persze legendary volt benne. Na akkor nem számolgatunk, nem számolgatunk. Azt hiszem, hogy olyan 25, kb. 25-re értnek kell benne lenni, meg egy olyan 6-7 epicnek nagyjából, nem tudom, köbö. Na nyomjuk meg. Rengeteg gold. Jó, ezt nem szeretem, akkor szivat. Legalább fődekkessel szivat, hogy egy darab. Ez nem jó, ez nem jó. Nem baj, egy balón, az viszont jó. Az viszont jó, meg rengeteg gold. Nézzük tovább. Jó, egy kis töltelék kártya, nagyjából 20 rér. Még 3 epic. 4 epic és 18 rér. Na itt van az igazi töltelék, ezzel így jók vagyunk. Jó. Maradt még 3 kártya. Kellene egybe a maradék rér és egybe a maradék epic, és akkor lehet benne lega. Tehát, ha most rér jön, akkor kellene még bőven. Már 18 volt. Hú, ez esélyes, srácok, ez esélyes. Ebben ennyi rér van? Oké, ezt benéztem. Na most már nem tudom, most már elveszettem a fonalat. Na de most, hogyha körülbelül 3-4 epic jön, hát persze most már látni fogjuk, hogy villag-e vagy se, akkor lesz benne lega. Nagyon jó lenne ezen a karakteren nem sokon, úgyhogy szeretnék legát nyitni a kedvenc ládám. Ból! Ez az! Hi-hi! Ott van, ott van, ott van, ott van, ott van, Zsoltka, mert el nem menjél aludni. Ott van, 2-0 a PSG-nek, easy, így van. Na, oké, okay. Hát igazából itt ugye az Ice Wizard, na bocsánat, a Ghost-ot gyűjtöm. Ez az, villog, 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 ez mindig jó érzés. Ezért imádom ezt a ládát, ez eszméletlen jó ritka, de nagyon magas benne az epic esély. Vagy epic, na, nem tudok már beszélni.
nem az izgalomtól, hanem a fáradtságtól. Srácok, itt a lega, úgyhogy vagy Ghost. Na tényleg mi lenne még jó ebbe a deckbe, amúgy? A Ghoston kívül. Tehát Giant Balloon és ugye Witch. Miner. Esetleg Miner, Miner, Miner vagy Ghost. Ghost vagy Miner. Ghost vagy Miner vagy Magic Archer. Van ám kívánságom. Na mutasd magad, Lumberjack, az is jó egyébként, azt is el tudnám benne képzelni, abszolút. Na, ez egy jó kártya, nagyon jó Lumberjack, ha más nem, akkor Clan Warban jó lesz. Így van, így van, így van, Zsolt is csinál videókat, úgyhogy csak rányomtak a nevére, akkor oda is vezet. Na, jól van. Akkor ez egy Lumberjack, királyság, de örülök neki. Szuper kis lega volt. Nem megy fel a Facebookra, mert most nem tudom, nem akarom lefényképezni, most mit vergődjek már vele. Akkor ti legalább ti láttátok. Na, hát ezért megértek így gyűjteni, mert ugye ez kedden is rá tudtunk volna kattanni. Nem, kedden még nem fért volna bele semmiféleképp. De most már akkor van Lumberjack-em. Princess-em már volt, Lumberjack, meg hát kettő darab Ghost-om van, úgyhogy. Szevasz, Lambi, üdv a csapatban. Na, ez most már tetszik. Köszönöm, köszönöm. Ne idegenj már, Zsolti. Jaj, rossz volt a minőség. Jó, hát mondjuk minőségre ezt mindenféleképp adjunk. Na, jól van, ide még bedobunk a klánba egy ilyet, hogy SMC, Lambi, aztán vagy érdekli őket, vagy nem. Azért azt még hozzátegyük, hogy YouTube live van. Hát, ha. SMC, Lambi, YouTube live-ban. Úgyse tudják, hogy mi vagy. Ez a mászkalos karakterem. Még kis ideig még itt leszek, aztán megyek tovább. Nem tudják, hogy ki vagyok. Haha. Álnéven gurítok, Fair to Play Kristóf YouTube-on. Na akkor megnézzük Zsolti karját, aztán lassan elköszönünk, jó? Nem ígérem, hogy hograjderezni fogok, de akkor megyek egy-egy Zsolti karján. Na lépjünk be. De örülök neki, Lumberjack az nagyon jó, ebbe a deckbe simán belefér. De nagyon szeretem a Ghost-ot, az nagyon durván jó kártya, úgyhogy nem fog bekerülni egyenlőre a Lambi. De legalább itt van, az sose baj, ha van egy Lumberjack-kel, igaz? Ezt megmondták már a ősi indiánok is. Clash with Zsolti. Lépegessünk ide bele. Vasárnap, holnap nem tudom, hogy találkozunk-e, videóban biztos, hogy találkozunk. Vasárnap az se kizárt, hogy akár két versenyt is tudunk csinálni. Most már ebből a 10 gemmel abszolút szerintem lesznek jelentkezők, de azt nem, akkor csinálok én akár kettőt is. Találkozhatnánk napközben valamikor, hogyha van kedvetek. Dominiktól kezdve mindenkit várnak a versenybe. Aki még nem hagyta abba. Ugye. Na. Kinyitjuk Zsoltinak a Silver Chest-jét, bár már nem játszik a játékkal. Ennek ellenére viszont nagyon örülök, hogy a kedvem ér itt van. Valószínűleg nem a Clash Royale miatt van itt Zsolti, hanem miattam. Ha jól sejtem. Oké, és hát nem tudni, hogy kellene neki, de én azért ezt elindítom. Kicsit garázdálkodom a karrián. Jó, na, nézzük, mik vannak. Tudom, hát elméletileg egy hónap ezelőtt kettő nekem is adta a karrier Zsolti. Aztán nyitottam neked egy, így mondom Zsolti, hogy nézzen közt beszélgessünk, hogy nyitottam neked egy Mega Knight-ot, vagy mi volt, és aztán akkor mégis megint kedvet kaptál. Na jó, van, hát oké. Jó, a Mega Knight itt van. El lehet a donételni. Na, menjünk egyet Zsolti karrián, hát nem avval a deckkel. Az biztos. Azt én meghagyom neki, ha még esetleg vissza akar térni. Hű, ez jó. Amúgy. Valami olyasmit kellene összepattintani, ami megállja a helyét CH1-ben, mert ugye CH1-es a karria. Azt mondja, hogy... De ne menj már el oldalra! Haverom, gyere vissza! Hát ugye én gólemezni szeretek, az biztos. Próbálj még egy gólemet? Hogozz! Jó, akkor Zsolt kedvé megyek egyet, bukok egyet hoggal. Na jó. Oké. Ez még tényleg jó erős az ő deckje, csak hát... még láttam már a csatornáján, hogy használja, úgyhogy... Meg... Jó, hát mi baj lehet? Ne röhögjetek hangosan, jó? Srácok, ne röhögjetek hangosan. Vilaszko hogozik. Na, hát ez történelmi pillanat. Ronkele, megyünk. 4106 pontja és 12...
12-es Zsolti! Hát mint hogyha te játszanál, látok van ezen a karakterem. Lol. Hey, az a... Ó, oh, de 12-es vizárda elmész a viharba. Leszették a váramat. Ez komolyabban kellett volna venni ezt a 12-es vizárt cuccot. Menj már a maxos barbároddal. Na ezért hagyta valószínűleg abba Zsolti a játékot. Ő valami átok van ezzel a karakterrel, Zsolti, tehát... ez mi most? Ne röhögjél. Ne röhögjél. Hát ezzel nem mit csinálnál? Gyerünk, Knight, hogy beáldozható vagy. Srácok, ezzel nem mit lehet tenni? Én csak úgy kérdezzem, ez a maxos cuccok ellen. Hát ez gáz, ez az ellenfél egy kicsit. A 12-es szintjével, hogy ez mit keres itt? Majdnem minden maxos neki. Hát szerintem ettől nem gáz, hogy kikapok, de mindegy, jó van, hát. Gyere. Milyen erőseket sebez egy 13-as Goblin Gang őrület? Szerintem tök mindegy, hogy mit csinálok. Támadok-e vagy se. Na most jön az elit barbár. Igen, nem? Leszedi! Hallott rendesen leszedi. Mentem az életem, hát ha nem három, az le. Egyet támadni fogok. Akkor már mindegy végül is, mert nem mehet a hog akkor. Hoppácska! Vigyázzál, mert még kikapsz! Jó Isten! Nem, már most kezdek belejönni. 13-as... Ez az! Nézzük már meg ezt a szerencsétlent! Hallod, öcsém, te ki vagy? 19. Nézzük, mit írtatok. Azaz. Megyek még egyet. Nagyon ére. Ezt most már nagyon éreztem a végén. Nézzük már meg ezt a szerencsétlent. De ez most normális? Kérdezem, hogy 4100 kupánál ez az ember? Ennyire futott eddig neki 4276-ra. Hát nem akarom bántani, de... De... Ez mi? 3 maxos kártya, 3 mindjárt maxos lesz, 2 alatta. Hát... srácok, ti ezekkel a kártyákkal hol tartanátok? Lehet, hogy is dolgozik, mint én, ezt nincs ereje, csak gyűjti. Jól van. Na! Én néztem, de... Hát jó, mert azt mondom, te ezeket elvered, mert hát miközön van nekem a izéhez? A hogriderezéshez? Hát miközön van nekem? Azt tudom, hogy kell csinálni, de... Ilyen deckek ellen pont ez dobja be, na egy 10-es. Na nézzük, hát ezen lesz legalább esélyem. Na nézzük. Oké. Okay. Eddig lehet bármilyen deckje. Hurrá, a logot kell te használni. Védd meg magad? Ez meg se véd magad? Nagyon jó. Szedd már szét?
Hát hogy nem tudok eltalálni 5 darab betszet? Na, szóval, teszlázik az ember. Nagyon jó. Ha teszlázik, na izbózik. Amíg amellé ezért nem álltam a Tesla egyébként. Oké, ugyanaz a kör. Akkor még ráérek. Nem sokára jön az X-Boom. Jó napot! És most jön az X-ból a baj. Hát vagy nem? Öreg bátyja, most egyedül maradsz. Kösz, az jó volt. És itt a következő. Ó, remek. Életem logja volt kb. Ha is meg minden, ne! Menj már Fireball! Tripla fel! Mi van? Nem elég? Na jó, ez meg lesz, nyilvánvalóan meg lesz. Azt mondja, van egy ilyenünk, és van egy ilyenünk. Menj már, nehogy kikapjak így. Hát ez easy volt viszonylag. Azt az Inferno távért azért ezt azért megéreztem. De ez jó volt, ez tetszett. Valaki dicsérje meg, aki hobozik. Jaj, biztos béna voltam, de... De ez jó volt. Na és ez az ellenfél, ez mit tud? Mert ez tetszett. Ez legalább nem volt olyan extra durva kártyák a rendelkező. Majdnem ugyanannyi a rekordja, mint az előző emberünknek. Csak nem 12-es szinten, hanem 10-esen. És egész normál kártyákkal. Lehet, hogy nemrég állt át erre a deckre. Az X-Bot mondjuk, azt nem értem, hogy ja, Inferno távolra, aha, most már baszottak. Tesla kicsit lejjebb vették. Köszönöm szépen, Zsoltkán, köszönöm szépen. Igazán megtisztelő. Azt mondja, hogy itt már nincs más dolgok, átmegyünk még a nagyba, és akkor kicsit egybeegyezünk, aztán utána zárás. Megint 3,5 óránál tartunk. Wow. Na hát akkor egyet veszettem, egyet nyertem, a nagyon durva ellen vesztettem, akkor aztán meg még így van, 4 kupával, talán előrébb is vagyunk. Lehogoztam, hallod? Oké. Na. Hazatértem. Hát ez baromira jó az a mai live, ez nem tetszik. Kivittük a challenge-et, az nagyon feldobott. Na, szavaz Zsolti. Azt mondja, hogy megdonételjük Dominiket. És a Lord of Magic-et is. Na nem tudom, hogy itt van-e még Dominik. Mert ha nem, akkor... Lassan én is elköszönök. 4 darab CH2-es. Atyavilág. És megvan a 38 ezer pont. Megvan a 38k. Hello, ez új rekord. Ennek azért örülünk. Jó, srácok, hát szerintem Dominik már elment. Aludni. Úgyhogy én is hasonlóképpen teszek, ha minden igaz.
hogy legyen erőm holnap valami videóval előállni. Holnap szerintem nem lesz live, viszont vasárnap annál inkább. Jó, 40-en vagyunk, úgyhogy itt van még Dominik király. Nem baj, legközelebb akkor játszunk most, mert én is kezdek elfáradni, úgyhogy nem baj, hogyha most már lassan zárólára fogjuk. Viszont mi vagy itt vagy a klánba, úgyhogy privátba is tudunk menni akár holnap, vasárnap meg akár live-ba is tudunk egymás ellen vagy egymással játszani. Meg vasárnapra szeretnék versenyt, úgyhogy remélem, hogy jössz majd te is, meg a többiek is. Neked is köszönhetően megvan a 38k. Jó van, te is fáradt vagy, látom. Jó van. Akkor Bálinttal még megyünk. Menjünk még Bálint akkor 1v1-et. Van nekem 3 deckem. Hát talán van. Sőt, van hát, ja. Ha van kedved, akkor még Bálint, még megyünk 3 darab 1v1-et, és akkor utána elköszönünk. Mit csinál ez a szerencsétlen? Miért dobta le egyik kedvenc játékomat? Várjatok már. Fölöbbött egy teljesen váratlan. Aha, jó van, akkor mindjárt megyünk egyet. Bezárom már ezt az ablakot, ne lassítsa be a gépet. De amúgy újni. Lépjél ki? Ja, most jó. Na, akkor mi megyünk még 3-at, aztán utána én is elköszönök. Fú, hát ez nagyon tetszett. Ez olyan jó eset, ez olyan sikerélmény volt, hogy lenyomtuk ezt a challenge-et. Azt mondja, egy pillanat, mindjárt azt mondja, hogy 1-2... Ó, van itt bőven 3 deck. Melyikkel is menjek? Megyek mondjuk most ebben. Oké. Na, hogy lehet oda jutni? Ja, itt van Friends. Úgyhogy menjünk 3-at Bálint ellen, és akkor elköszönünk. Na nézzük, remélem, hogy Bálintnek is van, akkor különböző 3 deckkel jön. Na, egész jó volt ezekkel a karakterekkel. Na, tedd le! Á, meg a Knight. Oké, hát muszáj hátra vonulni, mert amúgy megölte volna a vizárdot is. Nem tudom, van-e még neki elég szírje? Nekem már nem sok. Hát ezért jó nagyon ez a kártya, ugye, Magic Archer, mert átlő a védelmen is. Tehát nagyobb lesz nem a várat. De lassan kellene rakni egy kollektort. Egy null ide. Gáá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  ami egyébként jó nekem, mert így akkor nem marad a Sparky-ra rakítja. Ez nekem egyébként jó hír. Úgy mondom, mintha nem néznéd a live-ot, úgy mondom, ugye? Jól van. Nem áll össze a nagy hármasan, és a Wizard, vagy a Giant-et nem tudom lerakni. És megint az utolsó pillanatban hal meg. Oké, egy perc van, mégis nincs kollektor, ami viszont már nem baj. Hát védekezhetünk is akár, nekem az is jó. Van bőven védekező kártyám. Aha, ez szép volt. És nem targetelnek le róla. Oké, hát 1-1. Ez Exenado itt nagyon durva, egyszerűen nem bírom leszedni, nincs mese.
What? Nem már. Hát igen, ez így gáz, ezek a challenge szintek. Én ezért nem szeretem mondjuk az 1v1-et, de jó, nem baj. Elég simán hozta. Nincsenek meg az erejük a kártyáiknak. Na jó, váltsunk akkor decket, mondjuk, mit tudom én, mondjuk legyen ez. Mi ez? Jó. Na, menjünk ezzel. Hát nem. Szerintem is... Hát mindegy, jó, mindegy. Lényegtelen. Na mi van? Heti most csak kell már a másik decket. Elég simának tűnt nekem is az első nulla után, de hát nem szeretek beállni full védekezni, úgyhogy heti ez volt a baj. Tehát challenge szinten az az Exen áldó úgy látszik, akkor vehetetlen. Két területi sebző, meg egy tank ellen. Semmit nem ért. Jól van. Na, Bálint? És menjünk másik deckkel. Na jó, hát ez... attól függetlenül tényleg jó kedvem, hogyha attól nem veszél a kedvemet. Na, váltsunk oldalt, hiszen itt már kaptam sebzést. Tehát semmire nem mentem az egész támadásra, egy darab minert sikerült elküldeni. Ez komoly. Az bizony komoly. Nyilván ilyenkor én is jól érek a challenge szinten, mert... Mert hogy a goblinjai nyilván, hogy erősek, akkor szétkapadták van akár az egész várat. Na, nyomassuk. Jó, a várat megmentettük a muskétástól. Csak maradna valami abból a kis supportból. És a miner magát védi meg, nagyon komoly. Szegény, lapátos ember. Jön a Hograider. És akkor mehet a Giant. Az úgy nem rossz. Az viszont már elég jó OP. Na jó van, 1-1. Ez jó volt. Hehehe, szevasz Dominik, szevasz. Na, ez good game volt. Mármint most végül a részemről is, úgyhogy jöjjön a döntőt, Bálint, jöjjön a döntő. Azt mondja, hogy még mit hozzunk, milyen decket, van itt még valami. Valami deckecske. Na, legyen ez. Na, menjen a döntő, megint egy vadidegen deck. Azt mondja, hogy megkészült Bálint, akkor nyilván meghív engem.
Na, szétdonéltátok mi az becceket, aztán utána még lenyújik az utolsó meccset. 38k, de örülök neki. Ez már valami. Oké, na nézzük akkor. Nézzük a döntőt. 1-1 az állás. Hey, cool, eh? Az jó, gólemmel jók vagyunk. És megy a Pekka. Nem jó, nem jó, nem jó ez a kombó. Nem jó. Ez ide kevés. Ez ide kevés. Ők szerencsére jó iszhangban vannak, úgyhogy nem ár. Egyet. Még egyet. Kösz. Ez jó volt. Szoros, szoros. Oké, most nincs elixíre. Én nem hiszem megint ez a hülye volkájra, bocsánat a kifejezésére. Úgy utálom. Hát ez bizony kettő egyede. Az a hülye Walker, már megint ezt mondtam, hogy hülye Walker, de... Na jó, bármi nyert 2-1-re. Ez nem volt jó deck az övé ellen. Mindent kiszedett a Walker, az azt az akkor a kombóval a gyors bridge spawn hagynalba. Valahogy a bridge spawn kombóval nem tudtam mit csinálni, úgyhogy... Szevasz King Steven! De jó, van elég, inkább kilépek. Megadom magam. Na, mi történt ma? Kivittük Bálinttal 9-1-re a challenge-et, az nagyon jó volt, az ott a live legjobb része, úgyhogy köszönöm neki még egyszer, illetve neked. Most a végén kicsit egybeegyeztünk. Nyitottunk Super Magic Archest, amiben Lumberjack lapult. Nyitottunk Lightning Chest-et, ami elég jó volt szerintem, Bálint karján. Mentünk 1v1-et, Zsolti karrián, Hogrider-eztem, Vélaszko Hogrider-ezett, tehát ez elég ritka alkalom. Agyonvert egy iszonyatosan durva karakter, illetve én meg elvertem egy nulla egy viszonylag szintbelit. Úgyhogy szerintem minden jó volt a mai live-ba. Remélem, hogy tetszett minden, ami itt volt, én is, a műsor is, ami benne volt, ládák, kártyák, meccsek, úgyhogy ha így volt, akkor csapkodjátok meg a lájkot. Nem jött loot, hogyha már ránézek mi van, pedig van saját beállítva. Meg jó lenne már megint megszerelni ezt a feliratkozó számlálót, mert van egy ideje nem működik. De remélem, hogy vasárnapra már ez jó lesz, úgyhogy vasárnap találkozunk, illetve holnapra
mindenféleképp ígérek valami videót, még nem tudom milyen témakörbe, de valami biztos, hogy lesz. Úgyhogy most már lassan elállt, most már megyek mindenféle privátra, már most már hazafele megyek, nyugovóra. Elég hosszú volt a napom, 3 óra után keltem, úgyhogy örülök, hogy már megint 3 óra 40 perces lett a live. Mi venném el a modit? Ne hülyeskedj már. Te voltam a legaktívabb, Bálint. Dehogy is, örülök, hogy moderátorom vagy. De Isten őriz, miért venném el? Na úgyhogy mindenkinek jó ét, így van nektek is, jó pihenést. Holnap találkozunk szerintem videóban, és vasárnap meg live-ban. Nem is nyúzom, húzom, nyúzom hosszúra az elköszönés, hanem csak annyit mondok, hogy sziasztok!